nem hülyeskedek. Szevasztok, mi újság van? Gondoltam, csinálok egy olyat, hogy akar a hang, de tovább nem bírtam, mert már így is már gondolkoztatok, hogy írjátok a kommentet. Ha már egyszer komment, akkor komment szekcióban megnézzük meg a top kommentet. Az igazság, hogy nem nagyon van idő gyűlölni a kommenteknek, minden nap van ebből rész, ebből a játékból. Egy kicsit félek is tőle, hogy ki fogjuk játszani idő előtt. Mármint úgy... Már nagyon-nagyon előre haladott állapotban vagyunk progress szempontjából, azt ne az legyen, hogy ki fogjuk tolni, de már van egyébként egy videó sorozat ötletem, hogyha ez véletlenül eljut egy olyan szintre, hogy konkrétan nincs kihívás, akkor egy új sorozatban gondolkoztam, egy olyanba, hogy mindig fussanak a zombik, és minden egyes nap, szó szerint minden egyes nap, az első nap is legyen horda. Úgyhogy egy ilyen epic nehéz sorozat legyen, és HC-ba, mármint hardcore-ba, tehát hogyha meghalunk, akkor vége a sorozatnak. Úgyhogy nagyon koncentrálós lesz, nagyon-nagyon pro gameplay lesz, professional gameplay lesz, és igen, megpróbálom, annak ellenére, hogy tudom, hogy nem vagyok tökéletes Seven Days to Die játékos, de úgy érzem, hogy tanulok ebből a sorozatból, és egy ilyen sorozatot mindenképpen jó lenne veretni. Na, akkor nézzük a top kommentet, hogy vannak a top komment. Igazából jó, nem olyan túl sok like érkezik a kommentekre, emiatt Tamás 304 be is nyúlta, a jó kis Herbie képes, profilképes Tamásunk. Szerintem ezek a videók így jók, hogy minimum 2 órásak, de az se baj, ha több. Egyébként várjatok, én is hadd válasszak kommentet, köszönöm szépen. Hát akkor toljuk neki így mindenképp, én nekem is mindenképp jobb, mert szeretek így nagyon játszani. Ja, egyébként, ha az a másik sorozat elindulna, azt úgy tervezném, hogy pontosan 1 órás részek. Pontosan, tehát lenne egy timer, amit elindítok, és ti, amikor pittyeg, akkor ki kell nyomnom a videót, és 60 percesek lennének a napok. Úgyhogy egy ilyen nagyon ilyen keretek közé szorítanánk az egészet, és nagyon-nagyon progresszívnak kellene lenni, mivel ugye, ha minden nap zombi horda van, akkor nem tökörészhetünk, az első napra is valahogy túl kell élnünk. Szóval nem tudom, hogy az hogy benne, de szerintem érdekes lenne. Zsolt Sebő kommentje nekem nagyon tetszett. Szeretem, ahogy reklamál, hogy könnyű játék, 10 perc múlva meg jön 50 zombi. Ja, egyébként többen is írtátok, hogy igen, majdnem letérdeltem. Ja, Roland Bán is írja, hogy majdnem letérdeltem azért 50 HP környékén ezelőtti részbe, majdnem a sportszelet becsúszott, de azért nem. Jaj, gyerekek, jó, ja, meg PM-be írta Norvég, hogy ebbe tudok a full automódot rakni. Az azért nem kis pálya, meg nagyobb tárat, és akkor ilyen konkrétan, mint a G-fegyver úgy lő az autó shotgun. Azért az úgy elég jó lenne. De indítsuk a küldetést, ne húzzuk az időt, 15 óra 26, talán meg tudunk 2-t csinálni. Hogy lehet itt följutni, báze? Ja, létrán. Ez valahogy már emlék, vagy rémlik nekem ez a dolog. Csomó mindenről akarok diskurálni veletek, úgyhogy készüljetek föl, gyerekek. Oda néz, micsoda parkőr a gyerek. Micsoda parkőr. Várjál, merre követni. Jó, FPS drop, Viola Bence írta, hogy városban FPS dropon van. Igen, egyébként. Van, nem is kicsi, so sorry érte, ugye, hol mentünk be ezzel a gyerekek? Hát nem emlékszök. Azért remélem valamára be tudok jutni. Jaj, de már akarod volna gyűni! Igen, Viola Bence, FPS dropon van akkor leginkább, amikor sok a zombi. Bocsánat érte, egyébként ugye sokan panaszkodnak rá, még hogyha, ja, ilyen, hát mondjuk úgy, hogy nagyobb gép. Bazd meg, merre kell menni, hallod? Most meg... Ez ilyen fasz. Akik nagyobb gépekkel is rendelkeznek, ők is írják, hogy hát igen, akkor, amikor... Ah, itt van a... Amikor sok a zombi, akkor azért csúnya dolog történhet. Megyünk először ezzel a satival, jó? Aztán meglássuk, mi lesz. Gyertek, gyerekek! 6-os tier quest! Izé vagyunk, meg vagyunk rottyánva kicsit. Fuck yeah! Ezt szereti a Keeper, amikor zajlik az élet, bazze. Na! Gyertek, gyerekek! Célozni is kéne tudni. Nem olyan jó ez nekem. Hú, bazzek! Adjanak is annyi!
Fuck yeah! Már le is térdeltünk be azra. Mindjárt összeszedi magát a keeper. Amikor kevesen jönnek, akkor már átváltunk erre, jó? Baze, ez az autó shotgun. Lehet, hogy jó lenne, hogyha lenne rá pakolvere, de nincsen pakolvere, semmi se. Úgyhogy a keepert majdnem letérdeltették. Ez mire jó, gyerekek? Várjál, együnk egy ilyet. Meg együnk egy finom kaját is. Hát ez nem volt valami szépen indulós, mi? Szóval sorry, gyerekek. Az volt a baj, meg megmondom, kettő dolog baj van. Egyik, az, hogy a gyík. Nem jó, nem ügyeskedek. Igen, próbálom mindjárt összeszedni a gondolataimat, csak közben azért jó lenne, hogyha haladás is lenne. Aztán mondja a keeper az izét, a szerbicsét, vigye elveséli. Várjatok egy pillantás, jó? Gyorsan, lootolunk mind az őrültek, értelmes lootokat. Meg ugye, ne feled, jaj, ne hagyja a papír, ez nem kell nekem. Mindjárt mondom. Ja, ugyanezt csináltuk, csak nem hatos volt. Baze, ez hova futott? Nem hatos volt, hanem ötös szerintem. Jó, budikat engedjük el, nem? Ja, próbáljuk meg dinamikusan csinálni. Na, az a lényeg, hogy az autó shotgun, az jó lenne, csak nincs egy büdös pontom ragva shotgunra. Úgyhogy nem igen sebzek jól, meg még szoknom kell nagyon. Úgyhogy ezzel is probléma van. Van drónom, azt írtátok is többen, hogy az tök jó ötlet lenne, hogy, bár lehet, hogy ugyanaz írt, csak kétszer, ugyanaz a srác, hogy csináljam azt, hogy a drón telepakolom ilyen különböző, mint egy mozgó. Most mi van, körbe mentél háromszor? Úgy csinálnám, mint lenne egy ilyen mozgó, hogy is hívják, ha várjál, vigyel, csak rendet tesző gyerekek, ebben van lőszer van. Mozgó kórház. Tehát ezt teleraknám gyógyszerre, meg mindenre, azt ilyenkor nem az lenne, hogy szopok mind a torkosból, be van törve lábam, meg minden, hanem egyszerűen annyit kéne csinálnom, hogy csak jön utánam, és akkor amikor kell, azt kiveszem. Meg a lőszer, meg ilyeneket. Ugye a drón az tök jó lenne, mint egy málhás. Hát ezeket figyelj, meg se nézzem. Komolyan. Rámegyünk a főútra szerintem, mert igazából az lenne nekem jó, hogyha azt megszöröznél a keeper. Bocs, hogy hülye vagyok, de ma egy kicsit olyan vidám vagyok. Komolyan mondom, nem tudom, jó kedvem van a keepernek. Majd emullik mi? Majd emullik. Na meg ugye, át kell, újra kell gondolnom majd. Ugye mondom, hogy micsodát. Újra kell gondolni. Az ármoromat. Mert az a baj, hogy ugye ez az ármor. Ez milli weapon damage-t ad, tehát gyakorlatilag shotgunra nem kapok izét, nem kapok plusz sebzést. Ez nem a legbarátibbja, itt kéne fölmenni, lemenni, meg minden csoda jó dolog. Ez mindjárt végig rólunk el, aztán jó lesz nekünk. Nem kapok plusz damage-t én a shotgunra miatt, vagy ettől az armortól. Ez pont egy izére jó, ugye, az a kesztyű főleg. Egy ilyen milis harcmodorra, úgyhogy át kell nézni, és egy mixed páncélt, egy armor setet kell csinálnunk, még hogyha bukjuk a set bónuszt, akkor is. Mert sokkal inkább megérné, hogy olyanokat válogatunk össze, amelyik set elemenként nekem tök jó dolgokat ad, mint hogy van egy ilyen setem, ami igazából egy csomó olyan dolgot ad, ami teljesen useless számomra. Például ugye ennek a sisaknak ez a statja, ugye ez a felső, ez azt jelenti, hogy Star Resist-et ad. Csak, és ezt hittem a Star Resist-es statomat, ha egyszer, a Pain Tolerance, Pain Tolerance legerősebbje is ad
Star Resist 100%-ot, tehát konkrétan nincs, nem használom ki a fő statját. Annak a izének, annak a az armornak, tehát egy másik armort használnék sisakba, akkor mindjárt így jobban megérné. Értitek, hogy mire akar kiukadni a keeper, össze kell mi a... Mi a túró? Ja, itt kellett fölvenni, jaj, vágom már. Úgyhogy egy összeválogatott, specifikus set, az nekem sokkal jobban működne. Főleg úgy, hogyha át fogunk állni milliről. Még egy... Nem enged föl ez még! Ja, a milli fegyverezetről, tehát a kalapácsra át fogunk állni majd másra. Akkor mindenképpen inkább olyat kell, amelyik Ranged Damage-t ad, vagy pedig ugye vannak olyanok, hogy izé, mit tudom én, élő holtakra ad damage-t pluszba, vagy pedig izére ad, rendesen zombira ad pluszba, úgyhogy ezeket át kell néznünk, mert ugye igazából nem vagyunk elég hatékonyak, konkrét olyan statokat használunk, aminek sok értelme nincs. Igen, jó. Mindegy, azért használom ezt meg, hogyha elfajul a dolog, akkor vagy durogtatok. Meg egy kicsit bátrabban kell, mert szerintem push pattogtattam, nem úgy, mint várjál, ezt ki lehet nyitni elvileg. Jaj, hát nem éri el. Jaj, egy kicsit bátortalan voltam vele, meg igazából nem jó, nem jók ugye a... Nincsen rápakolva, ugye, nem is tudom melyikbe várjál, melyikbe van. Nem ebbe. Boomstick, konkrétan... Nincsen rá, shotgunra nulla skill ponton van ragva. Vagy perkem, vagy nem tudom minek nevezik ezt inkább. Úgyhogy ez egy hülyeség, ez nem jó, nem jó nekem. Sajnos. Na menjünk még egy emeletet följebb. Vagy lejjebb. Végén itt még le kell az alaksorba is, azt hiszem, nem? Figyeljetek, valószínűleg, ó, de jó, ezt szeretjük. Oda részletek, a kis köcsögök már ott a rüdögelnek. Na jó van, öcsém! Kurva életbe, gyerekek. Azt a bőtyár, hát mi a fasz van itt, gyerekek? Hát mi a... Mi a túros rétes? Az a nádvágó kurva élet fasza az, bazze, hogy mi történik itt néha, gyerekek. Engedd el, csávó, hallod? Vagy pedig újra kellene ezt kileznem, de igazából sajnálom, hogy... Jaj, hallod, mindenem is van baj. De a kezemet törött, ennek nem örülök, mert olyan lassan fogok ütni, öcsém, hogy nem ett... Mi csinál? Megyütt a madár ide, hogyan? Hallod? Bocs, hogy csúnya beszédél, de azért meglepnek itt a dolgok el. Hallod, el van törve keze, minden baja van a keepernek. Egyébként megmondom őszintén, lehet haza fogunk menni, azt ott fogunk érvényesülni, és egy kicsit ott jobban össze tudom szedni magam, ott van minden is. Itt pont riktig azok a dolgok nincsenek, ugye gyógyszer szempontjából, ami köllene a keepernek. Várja, itt van valami, elvileg ez egy darab zombi valahun. Vagy pedig modár, vagy nem tudom. Nem mindegy, ez volt. Ezek mentek meg a bárhely felők. Hát már nincs olyan extrém, vagy olyan problémája csávónak, ami nincs, ne lenne rajta. Konkrétan izé, ugye vertek még a két felekű dobot. Várjatok, ott azért körülnézzünk fölül, mert már nagyon izé. Azt hiszem a helipadon, azon volt valami loot. Azt hiszem, hogy lőszer. Jó, hát igen. Jó, legalább valami legyen. Hú, érdemes úr visszagyűri. Az öreg agyád valaga. Az. Már nem tudsz bele pluszkárt tenni, mert annyi baja van a karakteremnek, gyerek. Jó, egy kicsit most ilyen bohókásra vette a keeper figurát, bocsánat. Ja, ez az FPS drop, ugye, hát azért itt vannak, történnek a dolgok. Aztán nem tesz jót az FPS-nek. FPS, FPS, Porsche szerelem, vagy hogy van ez, nem tudom. Itt kell végig menni, hát itt aztán letörik a gyakam is, vagy kitörik a gyakam, vagy betörik a fejem. Mi van? Nem mondod.
Hát szerintem ezelőtt nem erre gyűjtük, de vagy majd kiderül. Ja, nehogy is, nem. Itt megint milliárdan lesznek, hallod? Azt a bőtyár, hát nem ártad a betárazni, várjál. Nyugalom van, gyerekök. Hát lehet levegyek, mert azt a betyár, hát itt 10 év a katasztrofális a helyzet. És izé, ki tudnám nyitni? Na figyeld! Hogy jövő! Jártek rám! Jártek rám! Dur! Ott van. Nem tudom, mi történt, de történtek dolgok. Az a baj, szerintem a küntiek is izének nyugtalankodnak. Látod, mert izé, mert pöttyök nincsenek. Na, azért betározni lehet, hogy nem árt. Le vagyunk robbanva, bazzavid, de a lerugott olajkályha gyerekek. Hallod, itt megint nem lesznek 2 millió, akkor egyen se. Fosilútot nem akarok szedni most, mert amúgy is nehéz lesz majd elvinni az utcainkat, de most mondjuk a dróndal is tudom hordani. Hordanyi. Na hát ez valószínűleg lefele körül, de itt voltam én? Bár nem voltam még ezen az ömeleten. Hallod, hogy gyűnek el befele? Rúgják a port. Az hogy került oda a csávó, azt nem tudom megképzelni. Jó, hát ezen az emeleten bazza nincs egy bűnös ember se. Mondjuk mennyit akarok már, mi? Hol van az a lejárat? Mert már megszédülök, bazze. Hú, ne! Mit csinálsz, képer, bazze, megszédülök az emberök. Várj, hol a lejárat? Még egy kört megyek. Na, nekem kínos. Na. Bír bele. Jööö. Csibe! Visszamegyé! Ez jó je! Azért ezzel fejre beverek nekik, azért tud nekik fájni, hallod olyat izének. Pörrülek egyet a fejük, vagy a tengelyük körül. Tesó! Ne csináld a ricsét. Nyomok egy tárazást addig, nyugodjál meg. Ajtó nyit? Vissza mennyi? Csajnak meg kinn a szeme. Jó lesz ez, jó lesz ez. Kárek. Nem vártam vendégeket most hirtelen. XP-t azt lehet itt gyűjteni, öcsém. Gyerek! Jó. Ugye a gépfegyverrel van pokóva. Jobban is izé. Jobban is kaszálok vele. Meg jobban. Jó. Jó. Na, lootoljunk össze mindent, azt hiszem, hogy lekömenni a pénzébe. Főleg a könyvek azok érdekőrek. Főleg olyan könyvek, amit még nem is olvastunk el. Jó, jön a csaj. Ja, hát az a gond itt ugye, hogy a küntiek is gyűnek befele, gyakornak. Itt van a motrom, figyeld, itt a falon túl. Na, lököm elni pincébe szerintem. Aha. Például itt a... Várj, először gyorsan végig rohadunk. Komoly dolgok után. Ó, ilyen kávé meg ilyeneket el lehet felejteni, könyveket összeszedem, aztán megyünk le. Rámegyünk a főlútra, a lútri lútra. Gyerekek, végén még meggyógyulok, baz, annyi. Elmúlott a kéztájásom, hát ez tök jó.
Szegény izé, szegény játék, ma megkönyörül rajtunk. Bedobtunk egy finom kaját. Na, oké, menjünk le. Humboldt a járat? Jó, gyerekek, megszédültök vele, Bi. Itt volt valahol el. Ihud. Azt nem kapta be? Jó van, majdnem sikerült. Huha. Györökök itt el, izé lesz-e? Harakiri. Előre látom. Hogy a hogy a francban van 201 darab izé? Ez a kaja adott ilyen bauduszt? Hadd nézzek már rá. Max stamina bónusz. Ez a kaja ad max stamina bónuszt is? Plusz 40 stamina gyerekek. Azért ezzel lehet így boldogulni, nem? Ott van benne ilyen sörétes lőszőr. Ez meg Scrappy. Nem tudom, valaki hiászkodik egyébként? Bármint így az endgame környéken. Hülye vagy te. Na, most készüljék, hogy Jaliber itt lesznek izé bajok. Vagy már akkor is ütök, amikor nem kéne. Boruljatok testvéreim. Mindjárt nyugi. Az az, ezek betónak ide, bazze. Úristen. FPS drop. Az van, na. Igazatok van. Halott fónak minden humba az. Ez most komoly, mint a tüdőgyulladás, tényleg öcsém. Mi a páratos túros másik van, bazd a gyerekek. Majdnem azt mondtam, hogy túros valami más. Hát ne haragudjál meg. De azért kicsit tömörödik a szituáció. Futás föl, bazzel létrára. De adjál neki lefele, lőjünk. Hát majdnem izét, azt a bőtjár, egy gránát, azt, amíg a nyakamból is, vagy fölül is ugrálnak gyerekök. Várjál, ne lökjél le! Jó lett volna egy HP azért. Várjál, baj van. Száraz more! Ledobjuk a kanalat, 25 HP-val vigackodunk itt. 10 HP. Erről nem volt szó, hogy 15 HP-m lesz. Jaj, még beagróztam még többen, gyerekek! Az komoly 10 HP-ba megúsztuk a helyzetet? Azért megint eltörött a kezem, minden történt, gyerekek. Még szerencsére nem gyűnek sokan, nem? Azért... Az a mák. Mi ez a nagy debila alatt, hallod? Nem is akarnak ezek meghúri. Ne hadonásszál itt testvére. Most komolyan 15 HP-ba megúsztunk. Azért ott... Vetettem egy keresztet, gyerekek, még jó, hogy nincs facecam. Komolyan mondom, ez brutális volt. Hallod? Levertek a létráról, mint vaka poharat. Ez nagyon beteg jó volt. Jaj, de jó, várjál. Itt megeszünk egy ilyet, mindjárt jobban is érezzük magunkat. Már azért... Hát a lootban nem izélünk. Nem... Habzsoljuk a lootot, de majd mindjárt megindul. Azt a bőtyát, gyerekek, hallod? Megúsztuk innen azért, na. És igaz, hogy el van törve két órára, vagy nem, két percre kezdünk. Bírjuk ezt, mint az állat, amúgy. Meg közben itt rúgják a port a csávók. Hallod, ez... Aha, szerintem begyüttek valami kinti bandi. Vagyis próbálnak bejönni lehet. Hű, öregem!
Ez veszélyes móka volt-e? Na, megjöttünk a fűlúthoz, ugye? Már csináltuk egyébként, tudjátok. Már azt kellene csinálni, hogy már begyomom ezt a Candy Bandit. Meg egyébként, ja, ez azért nem árt, be van tárazva, meg így az oldalamon lóg. Mint a jó katodának. Kirúgják a port egyébként. Mint a nénit ketté vágta ajtó. Szerintem egyébként több zombi bombi nincs. Na jó, akkor a fölútot ki kéne lutódni. Az a nagy idegesítő dolog, hogy rám kattantak a kintiek. Na! Csapjuk neki, gyerekek! Hatos tír, hatos! Reméljük, hogy nem lesz izé. Nem fogok csalódni, főleg, hogyha lesz elég lockpickingem. Na, mi lesz benne csoda dolog, gyerekek? Nagy bürös szar. Mondjuk egy öltös nomád. Egyébként nézzétek, ez is izét. Ja, megjöttek. Ezek a kintiek, gyerekek, figyelj. Hova? Bele zoomoltam be az orlukába, csávoda. Ez egy sikítós öcsém. Gyerekek! És ezek csak azért, mert ugye, azért a rohadt vészlendem vagyok. A millió darabig gyűr. Nem megy a csoki hatása, he. Na. Jó, hát annyira nem fogtuk meg az istennábán, mondjuk van egy nomádom, és azt akartam mondani, hogy ugye a nomád például ad ilyen, mi az? Inventory helyet. Mondjuk így nagyon szépen elmondtam. Sikerült elmagyarázni. Figyelj a csávó. Maradjál már, Moré, hát. Pihengessél le. Jó, látom, hogy itt nem fogjuk megfogni az Isten lábát. Jó, ezzel ott olyan lutokat... Eztjém, mennyi cucc, dik. Figyelj, ötös íze, steel. Kaja, meg ezek a kajapakok, ezek nagyon kemények. Ugye 10 darab ilyen fullos kaja azért benne van. Jó, semmi gond. Most meg egy izé kéne nekem egy... Ja, csak izé vitamin volt. Na, nem baj egyébként. Tök jók vagyunk. Imádom. Nagyon szeretem, nagyon jók ezek a hatos, tier-hatos questek. Így tök jó, nagyon élem őket. De szerintem egyébként haza fogunk menni, elmondom nektek. Ebben a részben. Otthon is valószínűleg, hogy tudunk tier-hatot csinálni, meg akkor egy kicsit olyan... Jobban érzem magam otthon, de megmondom őszintén. Nem tudom, nekem az... Fekszik az a város, meg az egész olyan sokkal barátságosabb. Amúgy egy hatos... Bow... Amelyik szerintem a legjobb bó, ami a játékban hallani ilyeneket, lehet, hogy mondjuk 900-at ér magamba, el kéne adnom, de hát... Mi a... Vagy meg kell tartalom, de hát mondom, minek magamban, nem? Na jó, menjünk a rákba. Nem tudunk kimenni valahol itt, valami ügyesbe? Nem. Á, dehogy nem. Ez tök jó. Jó, hát figyeljetek. Tudom, hogy elég felületes volt a lutalás, de most az volt a lényeg, hogy gyorsan megcsináljuk. Meg gyorsan megtaláljuk a bringámat. Nem akarok itt belekeveredni a epic nagy tűzharcba. Szia! Hagyjál békén! Hagyjál békén! Jó, hát olyan lootok vannak. Meg kéne próbálni egyébként azt is. Na! Az armort össze kéne hozni, csak ugye otthon van minden alapanyag hozzá. Tudunk tök jó armorokat craftolgatni. Csak otthon vannak az alapanyagok. És akkor mindenből összehozni egy olyan szetet, mindenből kiválogatni, ami nekünk a legjobb lenne. És... Vigyázzon, hölgyem! Jaj, elnézést, hát mi történt? Meg... Baleset történt. Igen, például van egy olyan is, vannak olyan armor partok is, amelyik loot stage-et növeldek. És akkor az tök jó lenne, mert akkor föltornáztánk a loot stage-ünket, meg esetleg akkor raknánk most már a Lucky Looter-re, mert most már azért lehet, hogy érdemes lenne elkezdeni. És akkor a sivatagban is elérném szerintem ezt a loot stage-et. Nézzük meg, hogy mennyi itt a loot stage egyébként. Itt 214. Most így. Úgyhogy bennem van a pirula, ugye, ami növeli.
Majd mindjárt megnézzük amúgy, hogy mennyi. És megnézzük mennyi ott, és szerintem azt is el tudom érni ott is. Tehát ott is tudok ekkora lootot kinyerni, mind itt, olyan minőségűt. Bazen nem tudok elmenni. Aurelius, mit csináltál velem, basszus? Belém nevelted ezt tízét, hogy ezeket mindig nézegetnem kell. Meg ott is, aj Istenem Aurelius! Megfertőztél ezzel a postalan, nem ADHD-dal. Ja, tudom egyébként papírt azt majd gyűjterem kell, agyba főbeve sörétnek adnak kell. És kicsit hanyag volt a keeper, ott hagyta. De össze kell szörnünk magunkat, egyáltalán el tudjuk vinni ezt a sok lomot. De jaj, de nagyon jó egyébként, hogy egy, érdemes volt ide eljönni. Mert tök jó cuccokat kaptunk. Most lehet, hogy kaptunk volna ott is, de neki tudja, örülök neki most egyelőre. Jó. A izéket, a bundle-üket ki sem kellene bontani, amik haszonérünk, mert csak foglalják a helyet. Tehát, hogy azt kellett volna mindig csinálnom. Ja, és mondta, pont Aurelius mondta, hogy van itt egy titkos hely ebbe a izébe. Ebbe, ennél a tradernél. Reméltem, hogy legendary part lesz. Megmondom őszintén, reméltem. Mert ugye akkor most, hogyha... Mi a... Miért nem... Mi? És miért nem? Ott van egy space ebből. Hát menj az anyád úristenébe el. Mondjuk megtanuljuk ezt. No. És akkor inventory-ba. Jó lenne egyébként eladni dolgokat. Mert ugye, figyelj, át kell nézni, mit viszünk el, és át kell nézni, mit adunk el, mert akkor úgy csináljuk, mert igazából azért nem végtelen az inventory-ink, ugye, aztán még a motor is fullos, nem? Nem, az nem fullos, nagyon jó. Abban mondjuk pakolhatnám kapásból, amit elviszek, ugye? Hát ugye, ezt biztos elvisszük. Gyerekek, annyi pénzük lett, ezt is elviszem, legendary partot biztos elvisszük. Ezt elviszem, a drónt azt mindjárt megrakjuk, még azt is. A lőszereket elviszem nyilván. És akkor most egyelőre nem kellene, hogy nálam legyenek. Lőszert mindent elviszünk. Ezt fogjuk, azt eladjuk a vérbe, ezt is eladjuk, ezt is eladjuk, ezt is eladjuk, ebből annyi van otthon. Ezt... Ebből szerintem van rengeteg otthon egyébként. Nomad outfit. Ezt lehet, hogy meghagyom. De mondjuk pont nomad, ez pont nem egyébként nem jó nekem semmire. Mert ez a carrying capacity, ez nekem full nem érdekel. Úgyhogy ez eladásra megy. Hát ezt elviszem, az biztos. Ezt leszkrepeljük, ezt eladjuk. Ezt szerintem elviszem. Sörétet, ilyet érdemesen vinni, meg egy ilyen alkatrészeket a rossz sebb tudja, nem igaz gyerekek? Hát ezt az Iron, meg a Gumpo, hát ezt nem tudom, kellene minden is, de meg a modot is, modokat is eladjuk. Akkor ezeket mind eladom, meg mindjárt megnézzük, hogy még mit, jó? Mert akkor, ami, hát úgy mond, hogy könnyen megteremtem ott is, meg nem, ám valami legyen. Jó. Na, ami eladó, mi az, ami eladó? Mild image, hogy csak ilyeneket meg tudok ott is venni, ott egy barteringes, ez például tök jó lesz, hogyha most üzletelek. Ezt eladom, ezek pont vannak otthon, annyi mind a sár. Ezt érdemes eladni? Mondjuk jót ér. Ezeket eladom, mert mindenképpen hatost kell bajt. Revolver, látod, ez például arrad. Ezt is eladjuk. Ezt is eladjuk, mert izét akarok majd, hatosat akarok mindenképp. Ezek a kaják, bazza, 500 ér. Ja, csak az összes, úgyhogy az már nem annyira. Ezt is eladjuk, ezt. Bazza, egy medve. Sem mondom neked, nincs állam izé. Jaj. Hú, de jó egyébként, olyat rá tudunk verni. Gyorsan kéne üzletelni, mert mindjárt levegy a nap, meg be kéne nyomnunk a... Barteringet! Hallod, most izé vagyunk, nagyon coolok vagyunk. Ugye? Most olyan üzleteket kötünk. Hello, haver, figyelj! Még mindent is vegyél meg tőlem. Jó, ezt akkor megy a lemezsbe. Nem kell, azt hittem nem kell neki az amad. Drón nehogy eladjam. Na minden olyat, ez.
Ez most miért nem érdekli? 290 testvérem, ne szórakozz el velem. Nem érdekli, bazd, ez? Érdekes. Ilyenek, hogy csináltunk meg 8000 pénzt. És ez miért nem érdekel? Ez mi? Ez derogál téged, tesó? Jó. Megszerepelem, ilyen lesz belőle, le van szórva az, mert abból például abszolút nem kell. Ugye megnézzük azt a titkos helyet, hogyha úgy van. Még azt megnézem, hogy valamit hozok eladásra, bár lehet, hogy nem kell. Mivel ez már lehet elfér motorba erre arra videóval. Ugye itt még megnézzük a... Az inventory, mondjuk ezt eladásra, Augert azt nagyon ne. Ötös, ez is mehet eladásra. Ó, az is mehet. A Legendary Parts, ezt mondjátok, hogy nem adtam el, ugye? Jelen beraktam a motorba. Oké. Ezeket szerintem meg már mindent el tudok vinni. Ezt az ötös csákányt is eladjuk, ez meg ugye marad nálam. Meg az augert lehet, hogy... De mondjuk ahhoz meg mindig kell üzemanyag, úgyhogy azt nem érdemes pakolnom. Jó, ezeket meg át tudom vinni, azt meg gyorsan eladom még a maradékot. Azzal, hogy több. Jaj, még itt is van bazd, mennyi kocadék. Jó, aztán most a három glue meg ilyen itt marad a végén, akkor ott rohadt jobbág. Jó. Viszont csináltuk annyi pénzt, szerintem ilyen 30-40 ezeret. Gyorsan meg kéne nézni, hogy mit lehet itt még kilutolni, mert mindjárt bezár. Hú, valaki írt. Rezgette a telefonom. Eladom a pénzt neki jobb áron, mint amennyire vett értéke. Ez ekkora flash lenne. Oda 7900 gyerekek, csoda. Csodálatos. Jó, ez maradjon, egye fene. Murokat kellene gyorsan megnézni, mert látom, hogy armor az van bőven ennél. Hol vannak a modok? Ami nekem tök jó lenne, mond. Ez egyébként jó lenne. Mennyibe kerül? 800. Vegyünk ilyeneket, aminek van haszna is, és később jó lesz. Ez mi? Cold Resist? Íííí, basze, meg fog zárni. Ez kellene nekem egy. Eladta még hülye, ugye? Ez alatt. Jó, nem baj, megvesszük. És ezen csak... Nem tudom, bazza. Auto mód nincsen. Ja, az weapon mód lenne. Hú, bazza. Tárikik? Nézek mind az őrűt, de nem látok semmi olyat, amelyik, nem tudom. Biztos elsiklok fölötte. Oda egy hármas ilyen, 11550. Nekünk meg egy izény volt, egy hatosunk. Úgyhogy ez biztos böszme jobbi. Meg gondolom ilyen... Izében lenne jó. Ilyen lopakodós cuccba. Na, hát ezt nem fogjuk megtalálni már. Azt a tetkos helyet. Amit Aurelius mondott. Lehet, hogy biztos ilyen föld alatti vagy valami, ugye? Hát nem bajám, aztán most annyi baj legyen, megyünk a rágba. Hold be három berág. Ja, gondolom valami föld alatti lenne, vagy ilyesmi. Ja, pont nem fogom tudni megnézni, mit csinálni. Hopsz, meg is oldódott a probléma. Kivágott, mint macskát szarni. Jó. Akkor gyerekek, összeszedünk mindent, pakolunk mindent el. Azt megyünk a francba. Jó. Viszont ezt, ha már egyszer... Hol vagyok? Ez tele van ilyen lószar móddal. Ebben három van, úgyhogy ebből fogjuk. Ezt az egyeset kivesszük. Lehet, hogy egyébként ezt az egyest kiveszem. Szerintem, majd mindjárt meglátjuk, lehet, hogy nem is kell az. Ezt viszont akkor belerakjuk. Nekem jó, hogy Fold Image, az... és meg kéne nézni. Fölvesszük ezt is. És ugye fönn van rajtunk mind, hogy...
Nincs szerintem. Így is megvan bőven a maximum. Ebben a fegyóba meg viszont ezt bele kéne pettyíteni. És akkor már nyertünk annyit, hogy... Nincs nálam lősze, nem, tudom, nem derült ki számomra mennyi. De 32-es tárja lett. Ugye abban 16-os. Úgyhogy ez egy eléggé frankó cuccos lett. Jó, szedjük össze a maradék cuccunkat. És akkor tényleg azt fogom csinálni egyébként, hogy a drónt ba majd rakok mindenféle gyógyszert. Figyelj, itt összeszedek mindent. Aztán ami még fér, azt majd mindjárt kihordom a motorba. Ja, hát éjszaka van, még meg itt lazulok. Igen, erre gondoltunk. Hát igen, a drónba is kell pakolnom, úgyhogy dróni az elő kell vönnöm. Haver, gyere! Inventory lesz ő. Hordod a cuccot, mint az őrület. Kaját, mindent, kaját talán nem kell addig. Jó van, ez a drón is egy baba. Ezt egyébként ezt le tudom verni? Mármint oda verek neki, meg kell próbálom. Ez nem tud sebződni? Mert ugye láttam, hogy van durability erre, nem ám ezért lehullik, vagy valami. Ő, ez a baj, gyere, látjátok gyerekek, ez a baj. Várjál, lehet, hogy vannak ugyanolyan dolgok, vagy a motorba, vagy pedig a drónba. Nem nagyon. Három legendary part. Na, akkor szelektálunk kávé, izé, egy darab krumpli, szevasz. Scrap. Jó. Egyébként van itt még kávé mag. Három darab ilyen, ez tök jó, biztos, hogy használt veszem. Na. De nem vagyok boldog. Ezt az egy ilyen szart, ezt eladom, vagy elkirobom, semmi haszna. Nézzük, mi az így, ezt leszkreppeljük, akkor megy fába. Van négy toll is itt. Lehet, hogy az sem nagyon fontos a négy toll, ugye? Lehet, hogy nem azzal fogjuk megváltani a világot. Oké, gyerekek, meg vagyunk Huna drón. Jó, jön. Na, szuper. Meg kéne jelölnünk a házikonkat. Ugye gyerekek, jó sokat kell vennünk, úgyhogy készüljetek. De mi ez az össze-vissza menetel, amit csináltam itt? Trader Rekt, Jézus, várj, hol vagy? Hol? Na. Itt a becekli, itt van a izénk. Itt van a házunk. Itt a pont éjszaka egyébként, ugye nem tudnánk küldetésezni se, meg semmit se tudnánk csinálni, úgyhogy ez tök jó, hogy így alakul szerintem. Figyelj, nyomom neki mind a süket a kekszet, aztán valami lesz, nem srácok? Ja, hogy ez még szól, hogy izé van, enemy megtámadott, ez tök jó. Gyere gyerek, nyomjad neki mind az őrült, mert Keeper beindult. Na, Franco. Figyeljetek, tök sok minden nyertünk, nem is tudom, ez életlen sok pénzt. Itt van Inze, meg azt hiszem, hogy máshol is van. Tehát ilyen 30 ezer a minimum, amit össze tudtunk kapni. Amiből azért tudunk venni egy-két dolgot, hogyha úgy alakul. Ott egy medve, meg ott egy zombi medve, figyelj. Lol. Meg ott is egy medve. Levár minket a motorú mindjárt. Drón. Nem valami izé leveri a drónomat. Féltem azt a drón. Ja, szereztünk egy drón, szereztünk egy autoshotgunt. Úgyhogy már ez a kettő dolog megérte. És össze kell nézni akkor, hogy mit akarunk, mi hogy fog megvalósulni ez az armor setünk. Mindenképp le fogunk gyártani. Szerintem, ja, szerintem van is hozzá alapanyagom. Megkapcsoljuk egy lámpát. Van is hozzá alapanyagom, úgyhogy össze fogom válogatni. Lehet, hogy csinálunk a következő rész elején egy olyan nem játékban, nem in-game részt, hanem nézzünk egy táblázatot, hogy mi az, ami nekünk a legjobb lenne. És akkor mindenből legyártjunk egy olyat.
Ugye például tényleg lehetne olyat is, hogy loot stage-et növelő cuccok legyenek, de például ranged damage-t adó mi a fede? Olyan kesztyű legyen. Mit beszélsz? Ja, ranged damage-t adó, vagy pedig zombi damage-t adó kesztyű legyen rajtunk. Össze kell válogatni egy jó szetet, amit használunk. Sajnos ez a... Mondjuk ez a kalapács még egyébként egész jó, nem? Nagyon gondolkozok rajta, hogy hozzuk össze. Te jó, egyébként annyi nagy épület van, meg annyi város, meg minden. Meg annyi zombi. Ez egy iskola. Én szerintem ezt az iskolát már kipucoltuk. Ez a havas része volt az iskola, ahol a tetőn olyan rengetegen voltak. Oké. Okay. Ja, és az az FPS drop, az nem számít a grafikától. Egyébként próbáltam én, hogyha null grafikán vagy, akkor is FPS droppol az izén, hogyha sok a zombi. Tehát az ugye igazából ilyen számolási probléma, ugye nyilván nem grafikai. És ja, nem, azzal sajnos nem tudok mit csinálni, hogyha ilyen nagyon epic sok zombit rak le, akkor az történik. Szóval sorry érte. Nem látok semmit, bazza, hogy minek megyünk neki. Végre kiérünk erről a helyre. Annak örülni fogok. Úristen, mennyi íze, kac... Aha, rossz érzése van a csajnak. Tök jó csaj hangja van, nem? Halljátok ti? Bazze! Azok meg összebugyóztak, hallod? Elmentem köztük, megzavarta az aurájukat, és összekaptak egy kicsit. Menjünk ezen a kis úton? Biztonságosabb. Itt nincsenek aknák? Én úgy emlékeztem, hogy itt vannak aknák, de mondjuk ezek a medvék, nagyon epikek. Fel kell hozni... Várjál, meg kellene nézni, milyen loot stage-ünk van itt. Ugye? 190-es van default, tehát így... 190-es. Akkor mindjárt ki tudjuk számolni, mert itt ez egy nullás. Nulla nehézségű, és ez... Egy 67-es, látjátok? Hogy mennyit dob az, hogy milyen helyen vagy. Ugye ez egy 67-es, itt nagyon kaki a loot. Ott ahol voltunk, ott meg mennyi volt? 100? 192? Jól emlékszem. Megnézzük, hogy mennyi lesz a sivatagba, és legalább fel kellene tolni ezt egy 200-ra. Ugye főleg úgy, hogy akkor használunk olyan ruhákat, ami loot stage-et növel. Mert hát mondjuk ez az árbor, ez nem szar, hogyha betámadnak sokan. Nem tudom, ezek ilyen hosszú távú tervek, ám ez majd ki fog alakulni. Mert egyelőre még például a kalapácsunk az nagyon jó szolgálatot tesz, mivel ugye nincsen nagyon rápakolva más fegyverre, de várjál, akkor már csinálhatjuk azt. Van 2 skill pontom, ugye. Ugye tudunk rakni. Machine gun-t azt ki tudjuk, nem tudjuk kihúzni maxra, miért nem bazd meg? Ez level 10-nek kell lennie. Ja, igen, az jó lesz, oké. Okay. Machine gun-t ki tudnám maxolni, meg ugye a shotgun-ra raknék, mert akkor az lenne 2-es. Figyeljetek, szerintem kimaxolom a machine gun-t, mert azt is tolom agyba főbe. És akkor az nyíl, az tök jó. Meg még, ugye akkor elkezdjük rakni a sörétest, és akkor viszont, hogyha kijelünk szerintem a sörétesse, meg tele lesz jó móddal, meg minden, akkor egy full automód is kellene ugye a sörétesbe. De egyébként tök jó ez a kalapács még mindig, amikor páran jönnek, akkor viszont tök jó el lehet vele boldogulni, úgyhogy biztos sajnálom. De tök jó el lehet vele boldogulni. Meg hogy meg igazából fölöslegesen pazarlod a lőszert, hogyha bára jönnek, akkor nem kell shotgunolnod, hanem akkor elég a kalapács. Jébecsém, mit csináltál? Jaj. Hát
Kezdi, rossz érzésem van ezzel kapcsolatban, vagy mit mondod? Mármint a drónom, hát nekem is rossz érzésem volt, ha hátba vertek konkrétan. Jó, jó meglátás volt, kicsi drón. Ez nem tudom, hogy romlik a durability-je. Mármint, hogy mitől? Mármint őt is elkezdik ütni, vagy mi lesz? Mert akkor igazából elég kellene, várjál, ezt meg kell néznem. Ne bazd meg. Gyorsan megnézem, meg itt van két postaláda, azért is megálltam. És őszintén ez komoly. Jó, ezt meg megittem, bazdra. Ez se tesz jót, hogy én itt ilyen elemlámpába világolok. Testvérem az urba, nyugodjál meg a kultúrba. Oké. A katonai bázis, meg minden, a keepernek a szívébe benn. Motel, egyes szint, jaj, ilyen ezek a küldő... Jaj! Olyan kis kellemes ezek küldetések lehetnek ide. Bevész egy ilyenbe, konkrétan ököle szétvered már. Igen, készüljek fel a konfliktusra. Mert érkező enemi van, ugye? Valami ilyesmit zagyvált. Jó, 3 km, figyelj, reggelig bőven odaérünk, meg még ráállásra is tudunk pakolni. Úgyhogy frankók vagyunk. És talán akkor a hatosokat dobja már, ugye? A jó kis Bobby is, a kis haverunk. Ez jó messze elkerülni, mert körbe van aknázva gyakran. Mi pont rámennék mi. Egyszer egy haverral voltam úgy, hogy így portás volt, meg karbantartó egy középiskolába, és így bementem hozzá, mert ott héderezett este. Aztán elkezdi, így mentünk át a korom sötét udvaron, iskola udvaron, aztán kezdi vigyázzál, mert na, az anyád, úristene, az, bazze, hát valami legyél, valami. Nem lehet ugratni egyed vele, vagy? Itt tudom én. Nincsen valami opció erre. Hát a Grand Canyonos mocskos tevezabáló, mit tudom én, micsoda, bazze, hogy ez. Jaj, hát több üzemanyagot megeszek, mint egész távon. Mi volt ez itt, ez az a nagy izé, gödör? Most meg lesz még egy, mindjárt meg eredvágok, bazze. Ott van egy út, ott pegyünk át, vagy nem tudom, kerüljük ezt az egész kócerájt. Öcsém. Most átjöttem, azt a közben megkerülhettem volna, mi? Jí, bazze. Tiszta ide, ide egy Yamaha YZ kellett volna. Ahogy egy ilyen crossosba tolom. Átmegyek, ott meg mehetek át, meg én megvadulok. Nem, ott is bazze, ott is átkövetem. Hát komolyan, merre kerülje ezt az egész hóbelebancot? Na, csapos neki. Meg mindjárt elhalálozunk izébe. Macska nyavajába, vagy nem tudom milyen betegségbe. Te hallod, mi van itt a Grand Canyon? Hát ezzel kapcsolatban nekem is bad feelingem van. Mondjátok, hogy nem egy izé lesz, egy függőleges sziklafal lesz ennek a végén. Mert eredvágok tényleg. Na! Gyere, gyere! Áj! Olyan függőleges sziklafal lesz, ahol nem fogok tudni fölvenni. Én előre látom. Amilyen szerencsé vagy gyerekek, figyelj el. Tutti, olyan lesz. Hát mondtam én, basszus. Biztos volt a benne. Ja, itt talán fölkaphatok itt egy siratófalon. Ne. Nehogy ne menjen föl. Én komolyan mondom, akkor izé lesz bazze. Tudod, mit csinálok? Szétverem ezt a motort, fölgyújtom. De figyeld, riktig olyan izé, még van itt egy ilyen lépcső is. Nem tudom fölvenni ezt a motort, most nem tudom azt meg... Nehogy ez legyen, hogy itt... Ne! Én ezt nem bírom ki, bazze, hogy ez ekkora szopatásban vagyok, basszus. Hát a... Nárvágó rosszabb nem ette meg, hogy pont bazze, biztos, annyira biztos voltam benne, annyira, nem tisztek el, mennyire biztos voltam benne.
hogy ez biztos, hogy úgy lesz megoldva, hogy nem tudok sehunk kimenni, figyeld. Nesze neked, bazze. Jól van, itt te botorozhatok, bazze, benne be a kráterbe. Na, meg a zombik gyűjjenek. Hallod? Hát ez komolyabb mondom. Én annyira ismerem magam a szerencsébe, tudtam jól, hogy oda kiérünk a végibe, ott egy függőleg egy sziklapa, ahol nem tud fölvenni a kípőr. És itten küzdök be az a többet. Csém, hallod? És megint átkövernem egy ilyen. Nyugodjál meg! Minden uralom a helyzetet, bazza. Nem látod? Azért na, itt van egy út is. Menjünk ki az útra, az biztos jó lesz. Nem megy bele ilyen szakadékokba. Jaj, de jó, kiértük az útra. Nőmész innen? Tudok durálni, vagy valami? Meglepő volt és mulatságos. Még utálunk is át. Mire számít, hogy legyorsul minket izével? Törött lábába? Ha fökel a nap, én odaérök, bore! Kifogy az üzemanyagban. Egy tank benzint kimotorozok itten. Figyeld a szarvas. Lol. Még bőgött is egyet. Jó van. Nincs helyünk, nem veszünk fel húst. Nyugodjatok meg. Tudom, hogy azt akarjátok érni. Dr. Néni. Egyszer is vette, mi történik. Na. Viszont itt rövidítjük, mert már nem arra megy az út. Na, loot stage-et kell érzni, akkor egy 200 körül loot stage-et el kéne érni majd. Okosba. Hát ugye kell laknia majd a Lucky Looterre is. Na, 1,8 km már itt érzem a szagát a izének. Remélem, hogy a tűzhelyt az ártam, nem az, hogy kiégett bele 2000 darab szén, de amúgy ismerem magam, biztos még mindig ég a szén benne. Tutti vagyok, tutti biztos kiégett az összes bű. De nézzé, mi ez? Így oda katonai bázis. Aknára felfut a keeper. Ez tényleg nem viccem, tele van aknával ez az árok. Ott volt a világét ott. Ugye ez a Gold Rush Station, igen, itt mentünk el, jaj de jó, tiszta deja vu van. Egyébként 41. nap van, 42. hónap gyűnálma izé horda. Gyűn. Van egy új gyerek most, ma volt először a munkahelyen. Sasa long drive-ozik, dík. Na, azt akartam mondani, hogy ma volt először a munkahelyen 19 éves csávó. Ilyen ősparasz stílusban mondta meg, Hunlax. Hogy nézed rá? Hunlax. Ja, menjünk már haza. Jaj, de jó, jön a sivatag. Megnézzük ott mennyi. Ott szerintem egy ilyen 130-nál magasabb loot stage nem lesz. Viszont ugye emiatt megérné ott a kiégett földön héderezni, mivel rohadt jó az izé, rohadt jó a loot. Ez meg mi volt, bazd, a gyúl. Ezek készítők se láttak, még gyúl a töcsébe, az ilyen hangot adtak neki. Jó, hogy nem azt adták neki, hogy mak-mak. Meggyűjtünk, hazagyűjtünk, mindjárt kifogy az üze vagyok, drone az meg. Csapágyasra hajtom a drót, basszus, már hallod. Na, a loot stage mennyi lesz, gyerekek? Ugye 190 volt ugye körülbelül a kiégetten. Itt van nekünk. 67-es. Hát itt aztán izét kapnánk, kölcsákány, basszus, lófaszer. Gyerekek, felfutottunk a vasra. Kicsit érdekesen be is bugoltunk. Na. Nézzük, desert. Mennyi a loot stage-ünk? 108. Hát ez nagyon kaki, hallod? A izéhez képest. A Wastelandhez képest, úgyhogy nem tudom, komolyan mondom. Már várom, hogy nem a Wastelanden telepettünk le, hallod? De azt most halál komolyan. Az a baj, hogy itt közelébe se lesz a loot annak, ami ott van. És oké, hogy én itt összerakok egy jó ruhát, mondjuk ami loot stage-es, meg még ráadásul olyan, mit tudom, rakok a izére, skillre pontot, meg még mondjuk eszek kis lutos csokit, akkor is, hogyha ezt ott tenném meg, akkor ugye ott sokkal magasabb lenne, tehát ott egy ilyen 80-nál nagyobb loot stage-ük van,
alapba. Úgyhogy ez így, itt nem lesz olyan utunk. Én nem örülök. Mi legyen, gyerekek? Ezt valaki basszus, majd írjátok meg szerintetek. Hosszú távon az lenne jó, hogyha oda költöznék, de egyébként ez viszont nekem tök tetszik ez a hely. Ó, srácok! Hát egy komplett tankot itt izétünk, kihajtottunk. Na, áll meg, Sándor. Áll meg, Vándor. Te meg gyere föl velem, jó? Hallod? Ne itt egy körözi. Áll meg! Hallod, ez nem áll meg egyébként, de tényleg. Master, we are not alone. Nem vagyunk egyedül? Vagy mit beszélsz? Hát akkor ki van itt el? Persze, te vagy meg én. Ugye? Te neked van, nincsen fegyvered? Vagy valami? Kellene venni egy jó módot rá. Nem erre megyünk, úgyhogy visszamenjé. Na, kipakolunk gyerekek, aztán végre édes otthon, ugye? Ott van édes otthon. Erre egy full automód. Ja, erre egy full automód lenne mondjuk akkor az egy darána, nem? Én könnyű neked, haver. Mert akkor ugye csak húzod neki mind a bolond, 32-től összett a da-da-da-da-da-da-da. Kilőre. Úgyhogy lehet, hogy azzal így jobban meglennénk. Gyerekek, mondjátok, hogy nem éget ki az összes tüzelőm. Vagyok olyan hülye, hogy ezeket úgy hagytam. Mondom, bazd, odarész még mindig ég, hallod, 3 napja együttünk otthonul. Hallod? Hát mikor eljöttünk ott? Mikor eljöttünk? 3 napja, bazd, ég itt a dolgok. Hát jól van, meg jó megcsinált a képer. Na, nézzük, hogy mi az, amit mindent is ki kéne pakolni, meg a drón az hol? Ilyenkor hova? Jaj, de jó van, jössz velem, látom, ügyes gyerek vagy. Mindent ki kéne pakolni, mert itt vannak csuda jó dolgok. Ugye az ilyeneket is ide pakolom, de majd ezt itt nem tudok lokolni, de kár. Fú, passzom. Pennyi pénz! Gyerekék, nagyon sok pénzük van. Ez is ugye ide jön. Jó, van itt bőven minden is. Ja. A túlból. Figyeljetek, ezt az augert nem hordom én magammal, hanem elég akkor hordanom, nem? Amikor... Meg ezt is igazából akkor hordom, amikor ezt specifikusan rá akarok menni erre a dologra, nem? Annak úgy volna értelme. A vépön, gyerekek, annyi lőszerebb van, hogy egyszerűen nem tudom, hol rakjam. 2 izével van, hallod. Kell egy külön lőszeres. Ja, ezeket fel kell upgrade-elni, vágom, csótány. Az eladható cuccokhoz van még egy ilyenünk. Föl kéne deríteni azt, amelyik ugye... Ja, csak szar a loot stage itt. Most már láttam a izét, láttam a tutit, gyerekek. Aztán most annyira el vagyok szontyolódva. Készkaja, ezt is ki akarom innen rakni, meg ezt is. Nem, ezek maradjanak egyelőre. Kaja alapanyag. Hát, ja. Láttam a tutit, hogy milyen loot lehet valahol. És most, emiatt... emiatt most el vagyok szongyolodva. Hogy ennél sokkal jobbat tudnánk kihozni ebből az egészből, a lootolásból. De itt nem. Mit nem? Mit csináljunk, gyerekek? Tényleg valaki mondja meg, hogy mi a francot csináljak szerintetek. Pipipipipi. Ebből mondtam, van 50 meg 70 darab, úgyhogy ezek az alkatrészek, ezeket majd azt fogom, azt eladom az összeset a rákba, gyerekek. Meg a szelves krabba kirakom, én ezt is ne kelljen cipelgetni. Mondjuk ezt levisszük, akkor majd megoldódik a probléma. Gyere ide, testvérem! Látom, kaja az van nálad bőven, meg lőszer. Ezt meg nem tudom, berakom a túlba. Jaj, már van 4. Nem is tudom minek. Van kaja alapanyagunk. Azért a 2 kukoricát elhozta az is, tehát a bögül. Az ilyen madár látta. Ismertek ezt a dumát? Fater szokta mondani, amikor nem tudom, hogy megmaradt a kajája a melóból, és akkor szokta mondani, hogy
Itt van, nessék, madár látta. Rohadtul nem volt madár látta, ez meg még mindig ég, úgyhogy akkor szórjuk be valamit, hallod? Ezek a szenek ezek egyébként tök jó, sokáig bírják. Régenben ilyen, jó, ilyen sokáig bírták. Ilyen berakom ezt is, aztán lesz rá gond, nem igaz? Pia alapanyag. Ez gyógyszer. Éppen. Úristen, mi van itt? Szelves craft, rongyoz mindig kell. Jó, és akkor menjünk le. És akkor hozzuk fel a motorba a dolgokat. Azt a benzit meg ledobom. Ja, meg kell gyógyítanom magam, mert már itt nagyon le vagyok abortizálódva. Egyébként ennek semmilyen káros hatása nincs. Ja, stamina regeteszi, azért mondom, semmi káros hatás, az ugye érdekes lehet. Egyébként a kalapácsnak megvan ám még egy elődje, hogy nem kell lőszert vinned magaddal, meg nem eszik lőszert. Belegondoltok, tényleg az tök jó. Mármint az, hogy egy csomó szlott lőszert el kell vinned magaddal, hogyha akarsz valamit itt rendesen működni. Na viszont, azt tényleg meg fogjuk csinálni, hogy... Szismer! Kurva élet, ez kettő sikítós szerint, te becsém. Na akkor farmolásra föl, gyerekek. Az a baj, ki kell nyírni őket, ezeket jól lehet befogni. Gyártnék vazzel. Vazzel hozzon ide benneteket. Gyártek, gyerekek, kipör papi vár. Meg a kalapácsa. Oda nézzetek, ott vannak a csávók-e. Hello, szia! A röndor zombi. Azt nem mond elő eddig. Azért az már... Az anyád valaga. Hop, hop, hop. Ezt régebben ki lehetett cselezni. Most konkrétan... Nem tudsz elveri oldalra tőle, mert akkor is tolja neki. Na, jó, mindegy. Hallod? Nehogy már ennyire... Miért sebesültem meg ennyire? Meg még a csontom is eltörött, hát... Édes Istenem, mi vagyok én? Bénaság. Úristen, mennyi cucc. Úristen. Gyere, hover! Megnézzük itt is a ládában, így se valami. Na, képes vagyok arra, hogy... Nem hagyok dolgokat. A benzint azt mög... Ide lerakjuk, jó? És ezeket meg kibontjuk, mert a keeper az kíváncsi természetű. Ó, mennyi kaja, te édes Isten! Na. Szuper! És itt is van 20 000 pénz. Nem van törve. A 3 percig van-e törve, úgyhogy nem vészes. Még meg is gyógyul magától is. Ja, viszont hiányozna egyébként ez a nehéz páncél. A védelem szempontjából, mert azért brutálisan nem bírja, nem srácok? Meg kell javítanunk mindent. Én azt mondom, hogy valószínűleg össze fogunk állítani egy normális armor setet. Megvan a képtelefonomban, úgyhogy meg tudom nézni, csak valószínűleg nem tudlak benneteket letabolni, mert lehet, hogy úristen, mi ez a lőszer mennyiség? Hova az anyámba rakom ezeket már, hallod? Tessék. Jaj! Istenem, várj, eladó cuccokba bevegy ez is. És akkor van 43 000 pénzünk, hallod? Az tök jó. Van 2 darab shotgun autoturretünk. Azt hiszem, hogy a fegyverekbe szoktam rakni, de... Igen, itt van. Van 4 darabunk. Nem tudom kontrollálni, komolyan. Nem tudom kontrollálni ezt a rengeteg cuccot. Ez itt is fullon van minden már. Hankatrészek. Van 3 darab izőnk. Tök jó. Jó, nem tudom. Egyszer nem tudok elpakolni már. Kész kaja, figyeld. Nem is kell kaját csinálni egy jó darabig. Mi a francnak csinálnak? Ezek a tier 6-os questek, ezek úgy adják a kaját, mint a sár. Kész pia. Jó, viszünk ilyen mineral water-t.
Igen, gyógyszer, meg kell közben meggyógyítanom magunkat. Mert amit írtatok, azt mindjárt meg fogom csinálni. Ez az antibiotikum, ja 25%-ot gyógyít csak, akkor ez mennyink van, 45-ünk, akkor ez 5-5-5-5. Hát ezt akkor hiába is ettem meg. Úgyhogy ebből meg kell ennem kettőt. Mindenképpen ez nem viszi le, mert pont magasabban volt. Jó, akkor figyeljetek, az a lényeg, hogy akkor a drón megcsináljuk egy ilyen mozgó. Mozgó supportnak. És azt úgy csináljuk, hogy akkor olyan dolgokat, amik nekünk kellenek menet közben, azokat így rakjunk bele. Például ez jó lesz, a painkiller az jó lesz, egy slotnyi. Vitamin az jó jön. Rakjunk bele ilyet, de inkább gipszet, az ugye az hatékonyabb. Várjál? Ja, ez is meggyógyította volna, jó, az meg 10%-at, mindegy. Rakjunk bele, hát, hogy nem is ezt rakom bele, hanem ugye, amikor meg... Elég lesz ez is. Nézzük, hogy mi az, amit még érdemes lenne vinni. Szerintem innen semmit. Ugye? Mást innen ne vigyünk. Amit még vihetne, ez hozhatna nekem lőszert dögivel. Tehát, mondjuk egy pár szlotnyi. Egyébként ez a kaki lőszerből van egy csomó, 9mm-es SMG lőszerből. Vigyen egy pár szlotnyi ilyet, meg vigyen hozzon egy pár szlotnyi sörétet. Nem, srácok? És akkor mindjárt jobban is állunk. Gyere! Igen, szuper vagy. Viszünk így. Ezt is hozod magaddal, meg ezeket hozod magaddal, jó? És akkor így lesz minden nálunk. Nem kell beszarnunk, hogyha bármi történik velünk, mindig mindent meg tudunk gyógyítani. Meg tudjuk gyógyítani a fertőzést, meg tudjuk a törést, meg tudjuk hogyha így megzuhan, nem tudsz, minek nevezik. Meg ugye painkillerrel is tudunk. Ezt a konkúziont tudjuk gyógyítani. Oké. Akkor ez így jó. Na, szuper. Jó, minden oké. És 3 óra 43 van tökéletes időzítés. Kéne eladó cuccok közül vinnem nekem. Vigyünk le egy 20.000-es pakkot. Hát, hogy tudunk valami jót venni. És nézzük meg már az armorokat. Hogy nekünk például, hogy mi az, amelyik kesztyű. Látjátok, az Intellect Weapon Damage-t adna. Az meg ugye például ez a sújtós bot, az a villámlobot. A Raider az Mill Weapon Damage-t ad. Az Lockpick Speed-et. Minden egy mástól, úgyhogy ezeket át kell nézni majd. Hogy mi az, amit érdemes használni, de mindenképp inkább egy fogunk egy táblázatot és átnézzük teljesen. Hogy tök jó legyen. Minden rendben van? Nincs rendben minden, mert kellene nekem rengeteg javítókészlet. És ez a szervetlen craftban van. Ebből tudom csinálni, meg vasból ugye. Elvileg más nem is kell. Szerintem csináljunk belőle egy minimum 10 darabot. El fog adni használódni, és megyek is le üzletelni. Nagyon eladni nem akarok semmit, inkább megnézzük a kínálatát. Van ott 300 ilyen szarlőszer, azt nem tudom minek van itt. Ja, most egyáltalán nem foglalkozok azzal, hogy azt így... Ezt a lőszert akartam kirakni, meg ezt kirakom. Meg... Szelvetlen craftbe ezt bedobom, így né. És akkor mindjárt megjavítunk mindent, azért kellettek azok a dolgok. Megnézzük, hozok 20.000 pénzt, hogy nincsen valami jó cucc, amit meg tudnánk venni. Jó srácok? Annyi az egész. Kellene egy modifikáció, egy full auto mod a shotgunba. Meg igazából ruhákba jöhetnének modok, amik esetleg még beleférnének. Egyelőre maradunk ennél, mármint ennél a összeállításnál, addig amíg nem lesz jobb skillezésünk. De ezzel a lustrage-en nem vagyok kibékülve. Egyáltalán. Jó, pont most fog nyílni.
Ja, meg kell mindent is javítani, gyerekek. A javítás, jó. Mindent megjavítunk. Hát, hogyha lesz majd. Jaj, még nincs. Nincs hely. Jó, menjünk. Addig üzletelünk egyet. Pont nyitásra ide jöttük. Te királyok vagyunk, nagyon. Ja, Luce is szar. És ez mindig idegesíteni fog érzem. Figyelj, hatos. Tier 6-os küldetések. Passz meg, nézd már meg, mit csinál ez velünk, hallod? Na jó. Ez a rohadt nagy probléma. Ebben a városban nincs hatos izé. Nem tud hatosot adni. És oda nézzetek, az előző ötös tírbe is. Négyesbe tudsz. Akkor most mi legyen, gyerekek? Na. Akkor most mi lesz? Akkor most mi lesz? És délre mondja. És délkeletre. Tehát... délkeletre akarja ezeket elküldeni. 6 kilométerre. És az elmondom nektek, hogy az oda, ide akar küldeni. Itt, az itteni questek is oda szólnak. Nem tudsz hatos tírt csinálni itt. Oda szólnak, bazd meg. Na most figyelj, felveszek egyet. Egy tudom én, tök mindegy melyiket. Melyik a legközelebbit. Miközben dél... Dél nyugatra mutatja. Ami azt jelenti, hogy... Arra. Ránéz a karakterőg. Ez meg a izébe mutatja. A havasra. Ez a gond. Oké, gyerekek, ezt teljesen valahogy újra kell ezt gondolni. Itt nagyon nagy problémák vannak, gyerekek. Na, skocok, mi legyen? Nem tudunk csinálni itt küldetéseket. Hát akkor nagyon meg vagyok lőve, most tényleg. Nincsenek itt tírhatos questekhez izeik, épületek. Hú, gyerekek, bazza, akkor most mi az anyám balaga lesz? Na most akkor mi lesz? Nézzük meg, mit lehet nála venni. Fú, hát akkor mindenképp el kell költöznöm oda, akármennyire is fájdalmas. Nem, hallod, 6 kilométert nem tudsz menni küldetésenként. Nincs az Isten. Figyelj, 4x4-es truckkaszni, 27x érdedik. Nem tudunk csinálni truckot, várjál már, nézzük meg. Vagy ízét, nem motort kasznit venni, mert azt biztos, hogy tudunk, de szerintem truckot azt még nem tudunk. Ugye megnézzük a könyveket, hol vagyok be ezzel most már. Nem vagyunk boldog. Sőt, még ezért se tudunk csinálni. Motorbiciklit se tudok csinálni. Úgyhogy akkor basz, csasszetem. Ó. Na nézzük, mi van nála inventory-ben esetleg valami értelmes mód. Full auto mód érdekelne, ez mi? Tudja rosszabb. Jó, full auto mód, ez biztos, hogy nincs nálam már. Ó, le vagyok törve, mint a bilifüle. Tetszett ez a bázis, de hát el kell költöznünk. Kötelező lett az elköltözés.
Az egy ilyen shotgun turret, 7500, nekem mi van, vagy 4. Jó, egy ilyet is egyébként várnék. Lehet, hogy van is otthon. Nincs is semmi érdemes egyébként. Nem látok semmit. Vagy én vagyok a izé. Én vagyok itt... Ez run speed-et tök jó. Ez a digó lépő, mi? Crit resistet. Run speed. Nagyon kíváncsi vagyok ezekre, majd megnézegetjük. Biker boots. Hát bazd a gyerekek. Nagyon csúnyán rá vagyunk faragva. Figyelj, tudod, mint ezt eldobom azt a questet. Nem tudom, bazd, mit csináljunk. Ide elköltözzek, annyira szerettem ezt a helyet. Muszáj lesz. Hát akkor ki kell találni valami jó bázis formát. Ötleteket írjatok nyugodtan, hogyha gondoljátok. Figyelj, én ezt eldobom ezt a questet, azt menjünk már be a városba duvajkodni egy kicsit valami, akkor tír valahányos questet csináljunk. De az meg olyan kevés, gyenge. Az ötös sincs, baze. Ötös sincs! Az a nagy baj, ötös sincs. És ez 5 kilométer, hát hadd ne menjek el. Hát akkor figyeljetek, tudjátok, megcsináljuk a izéket. Kiássuk a treasure mapokat. Úgyis van 3. Na, azt csináljuk, jó. Figyeljetek, holnap ugye is horda, azt még kibírnám itt, simán. És akkor költözés. De akkor nagyon durva költözés, nem is tudom, hogy fogom ezt megvalósítani. Úgyhogy valami tippeket írjatok, vagy valami. Az a baj, én legszívesebben ugye akkor mindent vinnék. Mert egész végig az lesz, hogy akkor... De mennyi cuccom van? Hát hogy fogom én ezt elvinni? Gyerekek, ötleteket adjatok, hogy mit, hogyan, miképp. Ugye nagyon szomorú lettem, komolyan. Jó, hát ezt azért belokoljuk. Nincs egy izére, nincs egy ásott testvérem, mert már fődegesítettek itt az izért. Nincs ásott, bazze, komolyan. Hát neked is azt a bidered, vagy csak az levavi kére. Na jó. Innen elvinni mindent? Ez egy nem is tudom, azt nem is tudom oldani. Jó, ki, a treasure mapokat ki, megcsináljuk, lehozom az összeset, azt kiszedjük őket, legalább lesz pénzünk meg ez a meg az, meg úgyis amúgy is idegesített, hogy nincsenek leszedve. Na gyerekek, tényleg, nyugodtan jöhetnek az ötletek, mi az pöcsömet fogunk csinálni. Meg ennyi cuccot, hogy fogok én elhordani. Mert jó lenne akkor már, érted? Akkor vízgyűjtött minden, meg akkor egy bázist építeni oda. Hát akkor ezt el kell hagynom, bazza, ezt a bázist. Nem tudsz tier 6-os kövesztet csinálni. Mekkora egy hülyeség! Baromira szomorú lettem. Na, vigyük a mapokat, meg akkor azt hiszem, hogy van valami alsószerű akármi csodám. Viszünk egy ilyen egyes alsót, ezt a jó világban, nem? Oké, menjünk, drónhaver. Hát, amennyire jó sikerültek dolgok, most annyira vagyunk kétségbeesve. Gyerekek, a betonkeverő, a izék, minden, bazd, mindent el kell vinnem. Hát, de viszont tudok érdemes lenne, de egyébként akkor legalább megnyugodnék, hogy a losztízsem jó. Hogy akkor maxol van. Tehát ott azért jó cuccokat kapok. Meg a legnehezebb hely. Legkomolyabb dolgok, gyerekek, vannak ott, mi? Figyeljetek, itt kibírok még egy napot, aztán... De valami extrém, most akkor egész nap azon fogok gondolkozni, mi a... Vagyis egész két napig, ameddig még van időnk, azon fogok gondolkozni, mi lenne a legjobb. Milyen bázis. Mert én a szogványos bázis nem akarok. Úgyhogy valamit ki kell találnunk, valami nagyon jó kis extrém cuccot. Meg hát olyat, amivel hordát is ugye tudok abszolválni, úgyhogy ez egy ilyen több rétegű dolog lesz. Na, hogyha van ötletetek, nyugodtan írjatok.
ilyen básósat ugye nem nagyon akarok, mert oda kellene mindenképp egy külön zombi váró, hanem valami mindegy ilyen innovatív dolgot, hogyha esetleg eszetekbe jut, akkor gyűhetnek az ötletek, jó? Figyelj, kéne innom valamit, vagy eszek egy ilyen kaját. Szóval már is a sztaminám az egekbe. Na. Hello. Master, we are not alone. Tír. Kézeljebb, kilutoljebb akkor már. Az a nagy baj, hogy az építkezés, tudjátok mi lesz az építkezés, se baj? Ez lesz bazzer. Hogy? Nincsen rá pont. Tehát alapanyagot gyűjteni egy kén lesz. Látjátok. Régebben... De az 30 része ezelőtt jobb arástók. Meg ugye, nézd meg a staminám is, hogy zabálódik. Ez a baj, gyerekek. Itt a nagy probléma, hogy nincs rá ragva. Nem tudom, mi lesz. De föl kell volna venni, nem tudom, minor setet vagy valami, de... Aj, most nagyon, nagyon izai vagyok. Nagyon el vagyok anyátlanodva. Hát azt lehet, hogy halljátok is. Ne ijesztegessé testvére, bazze! Hallod, halálra rémültem. De várja, van augerem. Ne kell volna hozni az augert. Ugye? Lehet volna asset keeper. Nem baj, a következőt már augerrel fogjuk se. Tényleg azt el is felejtettem, bazze, meg kell szoknom, hogy ez is van. Hallod, haver, neked itt kell izé lebzserred komolyan. Annyira örülök neki, hogy itt izé szórakozol velem. Ja, elhozzuk az augert, basszus. El is felejtettem, hogy van augerem. Menjél innen, haver, hát nem látod, hogy nem tudok dolgozni tőled? Most például miért nem tudok ütni blokkot? Ugye megnézzük, hogy hogyan állnak a dolgok itt. Basz, egyszer nem tudsz ütni? Mondjuk az a baj, hogy augerrel is ugyanannyira szarul fog izajeli teljesíteni, tudod? Nem mondod, hogy nem tudsz odaütni, ahol van ez a drón. Ugye fölmászok, aztán megadom neki, hogy taka van. Nem vagy bányászottra pakolva, akkor cseszheted az egészet. Na várjál, haver, állj, itt állj, állj, állj! Ready for duty. Stay here. Maradjál ott, bazze, mert bár felidegesítettél. Nincs ott? Nincs. Költözni kell. Mindegy. Fogjuk föl valahogy pozitívan ezt a dolgot. Hogy? Nincs semmi probléma. Egy új kezdet. Egy új élet kezdetén vagyunk. Oda el kell költöznünk. Egy innovatív, érdekes, izgalmas, nem megszokott bázist kell létrehoznunk. Jó? Most látszok, úgyhogy valamit kiköt a lányi. Én fogalmam sincs, merre kell menni. Valahogy egy kiutási zónát köcsidára, mert itt fogok megrohadni bazzal. Á, ennyire, hallod, ennyire nincs izé, ennyire nincs mild image meg semmi ennek a csávónak. Ugye az összeset levettük, mert mondom nem építkezünk, mert ugye föl van építve nekem a izé. A bázisom, föl a nagy büdös lószárban felépítve a bázisod bazzal. Na merre kell menni? Arra, jó van. Ez a kincskeresés egyébként az őrjítő kategória nekem. Na hozzuk 10.000 liter üzemanyagot, bazza meg a vizet, az augert, mindjárt. Azt akartam megnézni, hogy a fold image-öm az nincsen...
Írva? Hogy milyen magasról tudok leesni? Mert most ugye van a csizmánkban ilyen cuccos. Ha ugerre vagy vigyel, szétfúrok minden basszus. De legalább lesz építőanyagom. Tök jó. Belegondolok, még jó is járok. Tényleg lesz építőanyag. Basszus, föl se fogom tudni. Hát el kell kezdeni mindent kiolvaszt a részéből. A Forge-ból is. Föl sem fogom tudni venni a Forge-ot. Te hallod, hogy megszivatott a játék? Azért ennyire nem gondoltam volna, hogy szopatás lesz itt. Nem hiszem el, az, hogy nem tud ásni valahol ennyire le, nem hiszem el, ennyire le vagyunk amortizálva, mert ez egy őrület. De legalább legyen szerencsém, már találjam meg, ne egy 3-4 órán keresztül kell itt áskálnom, bazzer. Hallod, itt full izé vagyok, Terminátor karakter, de izé ásni azt nem tud a csávó. Na, egy kicsit balra féle. Ásni nem tud, hallod? Kettőt kell ásni, aztán már piheg. Meg az a nagy szerencsém, hogy a legutolsó... helyen találom meg ezt a rohant. Figyelj, mennyit kiástam, hallod? Jó, lesz alapanyagom, nézzük, pozitívan. Pedig az itt kell lennie, hallod? Itt kéne lennie. Figyelj már, be fog szűkülni, hogy csöv egy ilyen mikrovéretű helyre. Akkor találom meg. Viszont az auger az jó, hogy sok üzemanyagot eszik, meg jó, ma elromlik. Úgyhogy kell rengeteg javítókészletet, figyeld, hallod, már ilyen pici helyek. Hát ez hihetetlen, bazza, hogy nem találom meg. Hát ugye erre jobb magam. Hát ez nem lehetséges. Ez nem lehetséges. Hát már be van szűkülve 1 méterre ez a kör. Konkrétan már látom az egészet. És még mindig nem találtam meg, nem, én, nem létezik ilyen, gyerekek. Figyeld. A legutolsó ponton lesz, a legis legutolsó. Figyeld. Látom az egész kört konkrétan, itt van. És mindig nem látom a tárgyat. Ez hogy lehet? Figyelj, itt ebbe a körbe kéne lennie. Ez nem lehet. Ne, ez nem lehet. Ez nem lehet, hogy az egész kört látom, és még mindig nem látom a kincset. Oda néz, oda néz. A legutolsó ponton már majdnem beszűkült, bazen már majdnem egy darab pontot mutatott csak. Várjál, álljál meg. Van nekem lootos, használom bazen. Igaz, hogy ez mennyit emelt a loot stage-ünkön? 124, hát ugye másik helyen alapban van 190. Na, mi lesz? Ja, hát
Meglátszik. Rohadtul meglátszik, hogy hol csinálod ezeket a külizeiket, kincskereséseket. Sőt, nem is biztos, hogy megéri emiatt itt ellőni ezeket, mert ugye van kettő darab. Ez mi? Valami. Ja, nem biztos, hogy érdemes ellőni, mert ugye valószínűleg a környékre rakná le a kincses térkép a deugokat, de hát ez egy nem jó, gyerekek, ez nagyon nem jó. Hát el kell költözni, bazza. Csak az a baj, egy napig tart a motorozás. Mondjuk elég sok cuccot el tudok átvinni. El kell készülni ennek a erre, hogy elmegyünk innen, gyerekek, ez van. Neki kell állni, fel kell készülni. Fel kell készülnünk a költözésre, nagyon bánom, de hát nem tudunk mit csinálni. Jó. Igen. Hát figyeljetek, augerünk lesz, ezt elvisszük, azzal fogunk képít kezdni. Valahol letelepedünk ott. Szerintem ott jó sok tier 6-os quest van, ott egy eléggé szertágazó ott az a rész, meg amúgy is jobb a loot stage-ünk. El kell költözni. Most nem tudom, miért lejöttem, de nagyon meg vagyok ám zuhanva. Nem szeretném ezt a bázist itt hagyni, de muszáj lesz. No, át kell gondolni, hogy mit viszünk el. Igazából, hogy mire lesz szükségünk ott. Nagyon sok mindenre nincs ám. Azon gondolkozok, mi az, amit el kell vinni. Mi az, amit vinnénk? Nézzük, gondoljuk végig, és akkor ti is adtok ötleteket. Betonkeverő visszük, ezt visszük, az három slot. Ebből viszünk ugye főzőedényt, viszünk rácsot, és viszünk lombikot. Egyet. Nem kell sok, az hat slot, ugye? Ebből viszont vinni kellene, ugye majd mindent. Hát ezeket el kellene vinni, ugye? Meg mindenből kellene vinni esetleg két slotnyit. Amit kéne vinni még, az ammó. De specifikusan, ami nekünk kell. Amit még kellene vinni, az a baj, hogy hát innen elég sok mindent. A szelvetlen craftból olyan túl sok mindent nem. Eladó cuccok azok, pénzt azt elvisszük. Innen igazából a Legendary Parcot, meg ezt. Mert igazából craftolni bás nem fogunk, ugye? Csak armort. A modok közül kiválasztjuk, hogy esetleg mi az, ami kellhet még. Hogy semmiképp nem maradjon itt van. És vagy pedig akkor már bepakoljuk itt a helyekre. És akkor az se foglal a helyet. A túllok közül az augert az biztos elvisszük. Na ugye ebből gondoltam, hogy ebből viszünk egyet. Holnap izé lesz, holnap hordanap lesz, ugye azt még lehet, hogy ki kéne bírni itt. Bár hogyha úgy csináljuk, hogy talpon akarom végigcsinálni, akkor teljesen mindegy, hol csinálom. Lehet, hogy ott kellene, biztos ott egyébként jóval nehezebb lesz. Az armorból nem viszünk semmit, mondjuk egy minor setet lehet, hogy viszünk, mert akkor azért, hogyha ásnunk kell, akkor azt ugye több damage-t ad, bónuszt ad rá. És ugye minor setet azt lehet, hogy el kéne vinni. Kőből, nem mondom, hogy nincs kövünk konkrétan, mert ugye cobblestone az kellene, meg hát fa is kellene. Úgy gyerekek, nem necces lesz. A két collector-t azt szerintem nem viszem el. Jó helyen van. Igazából nem kell szétbarmolni teljesen a bázist. Ezek a 6-6-os questek viszont meg rengeteg kaját adnak. Úgyhogy a kajából szerintem mondjuk elviszünk, tudom én, egy 1, 2, 3, 4, 5 slotnyit, hozzá azért elveszünk egy darabig.
a piából, meg... Ja, azt meg is kellene csinálni, hogy akkor legyen piánk. Jó, majd várják. Úgyhogy fölkészülés van most a nagy utazásra. Figyeljetek, itt hagyunk mindent, igazából szétbarvolni nem akarok semmit. Ki tudja végbi lesz, nem? Ja, úgyhogy pia alapanyag. Oké. Kész piába mi van? Van itt ilyen minerál, van izé. A motorba is ki tudunk pakolni. Jó, szerintem egyébként nagyjából hasznos dolgokat el tudunk vinni. Esetleg akinek van ötlet, az nyugodtan írja le, hogy mit vigyek mindenképp magammal. Mi az, ami tök fontos lenne, és nehogy véletlenül itt hagyjam. Jó, nyugodtan írjátok ezerrel. Mert nehogy az legyen, hogy ott jut eszünk, mert az, ezt nem hoztuk el. Csákány, ez megvan minden egyébként. Jó. Viszont egy acél. Nincs csak acélunk az. Ja, ebből ki kéne égetni mindent. És meg be kéne égetni mindent akkor. Mármint úgy értem, hogy ki kéne nyerni. Ezt figyelj, ezt le kéne szkreppelni, mert ezt ilyen tudok csinálni, és akkor ezt be kéne szórni. Ezt be kéne szórni, ki le kéne égetni. És ki kéne venni acélt, kéne csinálnom még egy acélásót. Az az egy hiányzik, ja meg egy acél Firex. De hát, ja, az annyira nem fontos. Mondjuk izét azt tudok csinálni, mi kell a izéhez, forcshoz. Figyeljetek olyat. A forcshoz. Figyeljetek, szerintem ezt. Sőt, akkor ezt meg is hagyjuk a pályapont. A forge-ot meg tudom ott csinálni, ezeket az alapanyagokat nagyjából össze tudom ütni ott. Nézzük meg, hogy a crafting table-hez mi kell. Vagy station, vagy mi ez? Ja nem, chemical station, oké. Okay. Azt még nem tudom megcsinálni. Ez mi a pöcsöm ennek a neve? Workbench. Mechanic part, duct tape, szegek, wood. Ezt is szerintem ott meg tudom csinálni. 25 darab vas kellene. 9. Akkor vasat fogunk kiolvasztani, kiszedni. Oké, okay. Meg tudunk venni ugye, Dredernél is ahogy van dolgokat. Van itt a célunk pár darab. Oké. Okay. Ja, tudunk a Dredernél venni, elég jó dolgokat árul már. Szóval, és a betonkeverőt is már meg tudom csinálni, az... Szóval mixert meg tudom csinálni, motor, nézzé, ezek is tök kevés tuczból van. Szóval ezeket így meg tudnám csinálni. Nem kéne felszedni őket, ugye? Értitek, hogy mire akarok kiukadni. Egy az, hogy 3 szlotta kevesebb, amúgy is mechanic partot meg ezeket visszük, duct tape ilyen kacatokat. Szóval akkor igazából nem kéne ezeket innen nem kéne semmit elbontanom. Az tök aranyos lenne. Esetleg 2 ilyen turretet viszek, hogy akkor csináljak egy normális base-t. Jó, gyerekek, figyeljetek, az lesz, mert hát össze kell nézni. Sőt, lehet, hogy csinálunk egy olyan ládát mindjárt, hogy mit viszünk. Oké? Okay? Az tök jó lett, én úgy gondolom. És akkor megszámoljuk, hány slotunk van, és akkor úgy fogjuk ezt kiokumulálni mindjárt. Gyerekek, ezt meg is kell csinálni, mert figyeljetek, ez nem olyan, hogy ezt olyan egyszerű lett, de... Figyelj, a vas. Oké? Okay. Várjál, ezt be kellene olvasztanom, mégis kiszednem vasrútba. Mert ugye az kell például dolgokhoz. Úgyhogy ezt így beolvasztjuk, és kiszedjük vasrútba. Várjátok, összeszedjük mindent. Összerendezzük a dolgokat, jó? Úgyhogy bocs érte, de... És akkor megírját, akkor megtudjátok, jobban látjátok, hogy mi az, amit esetleg elhagyok, vagy mi az, amit nem hagyok el. És mit érdemes esetleg még vinnem. Ugye, ez ennek is annyira értelme van. Mindjárt, gyerekek, mindjárt.
Megnézzük, hány slotunk van, és hogy tudunk akkor úgy cipekedni, jó? Egyébként olyan... Ja, lőszer az nem általa. Hú, bazza gyerekek, nagyon komoly dolgok lesznek itt. Hogy ezt hogy fogom összehozni, ezt még nem tudom. Mindjárt elrendezem a dolgokat, aztán akkor utána onnan indul. Ez meg, ja, mert a izéből van, a vaskalapácsból jönnek mindig ezek a szarok. Ugye leszkreppelgetem őket. És akkor jöhet ez belőle. Ebből vigyünk. Viszünk követ. Viszont ott szerintem fogok ásni, lehet, hogy nem viszek én ilyen köböztont, meg ilyen baromságokat. Ott lesz az auger, aztán azzal tudok azért bűködni. Szelvedlen craftba, vagy mit akartam, szelves craftba akarom kirakni azt a kettőt, ezt a alkatrész. Egyébként ezeket az alkatrészeket megmondom őszintén, például a robotic parts, ez mondjuk lehet, hogy kell. Ezekből is ki kell válogatnom. Oké, na, nézzük akkor mi az, ami kellhet, meg mi az, ami nem. Jó. Amik ott le vannak, azokat biztos, hogy visszük, ezt is biztos, hogy visszük. Jó. Akkor, hol van a robotom, vagy a drónom? A drónomba még kellene valamennyi lőszert vinni, meg gyógyszerek közül ezt a kettőt. Mindjárt átnézzük, hogy mi az, amit kell vinni. Ezt is kéne vinni, meg vigyünk még egy pakkiet. Az elég sokszor esik, úgyhogy az jó. Ezt a szteroidot meg egyébként lerakom az állatható dolgokba. A Skull Crusher az marad, az nem ide kell. Ez meg, Dimage Migration. Ezt is eladó cuccokba lemennek, jó? Painkiller az van. Azt nézem, hogy mi az, amit érdemes lenne még neki berakni. De egyelőre ennyi, jó? Hogy azért ne legyen tele minden lommal. Úgyhogy ezeket visszük, ezeket meg ugye a craftoláshoz kellene. Meg akkor vigyünk még egy pakkiet. Aztán így akkor így van azért minden is van, ugye? Jól látja a Keeper. Ezt az elandó cuccokba még mindenképpen fogjuk adni. Hol vagy, drón? Állj meg! Ó, te fiú, bazzát! All systems go, how may I help? Hány slotod van még? Egy darab slotod van. Egy darab slotra berakjuk neked az augárt, jó? Oké. It is a pleasure to serve. És akkor ennél már nála lesznek azok a dolgok. Tehát ennél nem kell számolnunk, hogy hány slot. Meg kell nézni, hogy biciklinek hány slotja van egyébként. Akkor tudjuk ugye tényleg kitalálni, hogy hogy lesz. Vagyis a motornak hány slotja lesz. Nálunk ugye most nincs lősze. Jó, de viszont annyi van szerintem ott, hogy el tudunk kezdeni létezni. Ugye összekészültünk mindent, akkor nem kell később, úgyhogy teljesen jó ez így szerintem. Hát, hogy ezt a hordát még érdemes lenne itt kihúzni, pont nem jó, hogy vannak a napok. Én nem azt akartam. Hány slotos ez a szar? 2, 4, 6, 8, 9, 3, 27, ugye? 27 slot. 93 volt? 93, 27 slot. 27 slot. Jó, akkor kapásból 27 slotot kirakunk egy ládába. És akkor tudunk abból viszonyítani, hogy akkor utána még annyi van, amennyi nekünk van ugye slot, mire slotunk. Jó, 27 slotot most összeszedünk. Annyi cuccot, 27 slotnyit. Akkor. Kéne craftolnunk egy ládát. Közben, hogyha ez beolvasztja, Iront. Ez nagyon sok mindenhez kell, úgyhogy azért gondoltam. Például mit tudom én, ilyen javítókészlet, meg ilyenekhez is. Kellene egy láda. És akkor ezek itt lesznek. Amiket viszünk, cuccok. Mondjuk rakjuk ide. Utazás. Jó, utazás. Mi az, amiket rakjunk bele, gyerekek? Mi az, amiket rakjunk bele? Menjünk végig, jó? A modokat, azokat nem nézem, mert azokat be fogom modolni az utcaimat, úgy, ahogy a legjobb lesz, és akkor az nem fog kelleni. Ami
Kellene, szerintem a legendary parcokat mindenképpen kell vinni. Az armorokanak a izeit, ha ezeket el kéne vinni. Amit én craftolni fogok, biztos, hogy nem fogok ilyet craftolni, biztos, de azokat meg lehet, hogy el kéne adni. Ilyet biztos, hogy nem fogok büdös életbe craftolni. Crossbow biztos, hogy nem fogok soha craftolni. A kézi fegyverek biztos, hogy nem fogok, meg macsétát se fogok craftolni soha életbe. Machine gun se fogok craftolni, az is biztos vagyok benne, mert igazából esett, meg esni is fog, nem érdekel, abszolút. Hammert se fogok craftolni, berbar, ilyet meg biztos nem fogok, meg steel claw, ilyet se fogok craftolni, ilyet se fogok craftolni, speed se fogok craftolni, steel tool parts. Ez viszont lehet, hogy kell, ez steel tool parts. Weapons, ez csomó mindenhez kell, úgyhogy ez egyelőre marad. Steel tool parts, biztos kell. Rakétavető, nem hiszem, hogy nagyon fog érdekelni, meg ez sem nagyon fog érdekelni. A robotic parts, ez marad, mert az lehet, hogy fog. A rifle, azt nem fog érdekelni. Ez meg azt hiszem motor tool parts. Hát ezt meghagyjuk, jó? De viszont ebből, amit el fogunk vinni, az ez lesz, meg ez lesz. Ha rosszat mondok, akkor nyugodtan javítsatok ki, jó? Ezeket már be is pakoljuk, 27 slotty, ez 2, 4, 6, 8, 9, tehát 3 sorgyit. Annyival gazdálkodhatok, ugye? Viszont készkajából, ugye viszünk mindenképp, mondjuk egy ennyit, ezzel el leszünk, biztos. Ez tuti, ez tuti. Ennyi kaja, bőven sok is lesz nekünk. Itt még készül, olyan vizecske. Okay. Akár vegyire is nem szeretitek, én fogok csinálni egy csomó kávét. Sőt, várjál, nézzük meg az alapanyagokat, berryből, hógolyóból. Yucca smoothie, miért nem tudom csinálni? Mi hiányzik? Yucca fruits kellene hozzá. Hát ez pont baze, az nincsen, de most nem fogok levenni nektek ezért szedni, ne haragudjatok. Három darab. Az a baj, hogy nem jó, mert nem örülök neki. Inkább vigyünk ilyet. Mert... Oké, okay, ezt is elviszük. Ugye, 10 fél egy slotra. Akkor használjuk ki ezeket a slotokat. Nagyjából jól. Igaz, hogy ez sincs kihasználva, nem is biztos, hogy el fogjuk vinni. Inkább majd mindjárt meglátjuk a kávét. Na, akkor kész kajat. Kaját többet nem viszünk. Szerintem tök elég lesz. Piát szerintem, ezeket amúgy sem viszem, mert kevés van egy szlotod. Ugye várja, még itt van. Ezt még kraftoljuk le, meg ahogy is kraftoljuk le. A gyógyszerből ugye nem akarok vinni többet. Szerintem nem kell, gyerekek. Vittük mindent is, ugye? Ready for duty. Van minden, ugye? Mondjátok, hogy van minden. Painkiller, minden. Meg ugye itt az auger. Oké, okay. Ez így jó. Utazás, ami ide nem is kell semmit. Pia alapanyag mehet vissza. Tök jó. Gyerekek, má, még csak ennyi van. Még van egy csomó helyünk, meg ugye még itt a full inventorink is. Fából. Vigyünk-e fát, vagy ne vigyünk-e fát? Ez egy nagy kérdés. Szerintem nem biztos, hogy kellene. Viszont lehet, hogy a magokat el kellene vinni, akkor tudnék ott egy fenyőerdőt nagyon instant megcsinálni, és akkor ugye lenne fa utapotlásom, mivel ott nincsen fa. Egy slotot foglal, egyelőre berakjuk, jó? Nem tudom, egyébként nem tudom, lehet, hogy blokkot lehet érdemes lenne lekraftolni, aztán akkor azt elvinni, és akkor egyből tudsz építkezni, vagy valami, nem tudom. Jó, csináljunk building blokkot, lesz legalább building blokkunk, jó? Egy a fene, meglátjuk. Vasból én szerintem elviszem az acélt, meg elviszem a vasat, meg ugye folyamatosan készül a... Ezt ugye... Hát, ja, ennyi készült. 49 van, úgyhogy tök jó, mindjárt, meg lesz. 50 valamennyink lesz, meg ugye itt is van, akkor alapvető dolgokhoz úgy mondjuk, hogy van. Nem túl sok, tudom, de hát ez van. Úgyhogy akkor ezt az acélt is lehet, hogy elviszem. Bár ott azért általában lehet venni. De még nagyon sok szlotunk van, úgyhogy az tök jó. Ezt az egyfát meg repítem ki innen. Vasból. Csövet viszünk, mert ugye egy csomó mindenhez kell.
például ezekhez is. Akkor legyen. És azt hiszem, hogy csövet, azt nem tudsz csak úgy craftolni, hanem csak... Már ilyen. Ugye megnézzük. Short pipe. Igen, ebből tudsz craftolni, de ezt meg nagyon nem éri meg, úgyhogy vigyünk csövet. Tök jó. Ezeket nem viszem el. Kő. Oké. Okay. És akkor a Scumbleston rockot, vagy blokkot, vagy ide rockot, ezt elvisszük. Olajpalát nem viszünk, cementet nem viszem. Homokot nem viszem, viszont ezt a cobblestone blokkot, ezt elviszem, mert akkor ugye abban 24-et tudunk csinálni. Az elég kevés vagyunk. Lehet, hogy ezt nem tudom, le kéne scrapelni, aztán akkor visszacsinálni. Úgyhogy ez jó. Szelves craftból mit kell? A rongyot én most akár annyira, hogy megköveztek, de el fogom vinni. És lehet, hogy ezt a rengeteg csontot is elviszem, mert akkor folyamatosan tudok glue-t csinálni, mert ugye a glue az az, amit általában kell, bár azt a csontot, azt rengeteget össze lehet szedni. De egyelőre legyen benn, jó? Mert igazából még van helyünk, bőven, nagyon sok is. Szelvetlen craft, na itt aztán viszont megugranak a helyzetek, a glue-t mindenképp visszük, a electric partot mindenképp visszük, az üzemanyagot mindenképp visszük, ezt mindenképp visszük. Viszek egy ötös aksit, meg viszünk egy motort, hogyha esetleg össze tudunk bármit dobni. Egyelőre egyébként az electric partot azért viszem, mert nem sokat foglal, a rugót kell vinni, az műanyagot kell vinni, tudunk csinálni kettő darab víznyelőt kapásból. A mechanic partot visszük, nézzétek meg esetleg, főt, lehet, hogy az aksit nem viszem, elboldogulunk mi azzal a motorra egyelőre. Ezt meg mindig viszem, nézzük át egyesével. Mi az, ami kell? Nem kell, nem kell, nem kell. Ez nem tudom, mi a rákra kell, úgyhogy milyen megnézzük a idejét. Hogy milyen receptek. Jó, hogy ezek ehhez kellenek csak. Chemical station az is kell, bazze. Jó, szerintem ezt nem visszük. Sőt, akkor a motor se kell. Ezért akarok még craftolni. Így. És akkor ez így jobb lesz nekem szerintem. Oké. Okay. Szelvetlen craftból maradhat itt minden, ugye? Nem gond. Armorból visszük ezt a szetet. Egyelőre nagyon tök jó. Szuper. Jobban tudunk bányászkodni. A nerd se rossz, egyelőre nem kell, jó? Ezt visszük, ezt a bányász szetet. Weaponből visszünk lőszert, még vigyünk lőszert, gyerekek. Nézzük meg, hogy milyen, mennyi van milyen. Egy ilyen pár pakkot lehet, hogy ha már egyszer itt van, meg akkor úgy kéne csinálni, hogy itt is ezt kiegészítjük, ezt meg visszadobjuk. És akkor egy slot izajom lesz. Ebből vigyünk egy pár lőszert, nem? De egyébként rengeteg esik, úgyhogy annyira nem is fontos, de azért jó, hogyha meg tudjuk védeni magunkat. Ne, egyelőre még nem fogunk csinálni izét, ilyet, lőszert, úgyhogy az annyira nem is kell. Itt szerintem más nem nagyon kell. Ugye? Túlok közül mi az, ami kellhet nekünk? Ugye pont erről beszéltünk, hogy egy ilyen kell, meg egy ilyen kell. Meg egy ilyen kell. Ezek mindenképp kellenek. Visszük is. Nézzük, hogy mennyi van még helyünk. Cobblestone visszük. Ezt. Jó. A csontot is. Meg a rongyot is. Meg ezt is. Kőből ezt nem viszem. Jó, nézzük át. Hogy akkor ugye ennyi fér a motorba, meg még ráadásul, még bőven maza, még mindig fél egy csomó minden. Mit vigyünk, gyerekek? Vigyünk két ilyen robotot, nem? Két ilyen robotot elviszünk. Szerintem teljesen mindegy, hány szintűek, visszük az egyeseket, majd megjavítjuk, ahogy van. Oké. Okay. Utazásba kettő robot megy bele.
Akkor ennyi fölér a motorba, ennyi meg, ugye elfoglal nekünk ennyit, tehát 2, 4, 6, 8, még elég sok helyünk van, viszont innen még jönnek dolgok, ám gyerekek. Ezek még jönnek. Tehát ezek még jönnek bele. Ez tök jó, fogja a pénzt. Tökéletes. Viszont, akkor most vagyunk úgy, hogy a három sort foglal nekünk, tehát még marad egy sor, meg három darab. Úgyhogy ez tök jó. Még bazzel, még nem is tudom, hogy mit fogok vinni. Viszont annyit fogok csinálni most, hogy ugye elviszem ezt az eladó cuccot eladni, meg még ugye az alkatrészek közül, amiket ezt beszéltük, hogy ezeket kurvára nem kell egyik se. Úgyhogy ebből csinálunk egy nagy halak pénzt, és azt is elviszük, és az jó, mert akkor abból tudok üzletelni. Egyébként nem adok közül is rengeteget eladhatnék. Majd az nem egy full automod? De ott egy full automod, az majd megy mindjárt bele. Igen, összerakjuk a izénket is, a... azt. Összerakjuk az armorunkat, összerakjuk itt mindent, hogy akkor itt már minden legyen, mert kellene csinálnunk egy izét, egy jó kis ásót is, bár mondjuk ott az auger, úgyhogy ne csináljuk az ásót, ezt felejtsed el már, keeper. Jó lesz az auger ásni. Van üzemanyagot mindeten elkövinni. Meg most lesz egy csomó pénzünk, jaj de jó. Hát valamilyen bázis mindenképp ki kell ott alakítanom. Mi ez a köd? Jó lesz ez ám gyerekek, nem lesz olyan nagy probléma. Keeper érzi, hogy itt minden oké lesz. Na, mivel nagyot üzletelünk, nyomunk egy ilyet, meg nyomunk egy ilyen bartereset. Van valami jó csokid? Ez mindig kell, meg candy. Ez tuti. Meg a jailbreaker is jöhet. Egyébként, hogyha lesz nála, akkor megveszem a... Várja, mindent fölvettem? Felvettem a napszemcsit föl. Okay. Ja, ezeket eladom. Ezek nagy pénzek lettek, dikaz. Oda néz, 10 000 pénz. Jóhohoj! Itt a jailbreakerünk is. De jó! Aj, imádom ezt a dolgokat. Na, igen. Lockpicket, hogyha van nálad, akkor egy darab, de jó. Akkor megvette a keeper. Megnézzük meg a modokat, hogy valami ruhamodod nincs, ami értelmes. Nekem kéne egyébként. Jó, nincs. Akkor összerakjuk a ruháinkat, meg a fegyvereinket fullosra, úgyhogy akkor nem kell vinni modot, érted? Minek vigyünk modot, hogyha egyszer megcsináljuk tökéletesre a szetünket. Ó, jó lesz ez gyerekek, semmi gond nincsen itt. Tök jó, hogy ennyi, nem is gondoltam, hogy ennyi inventorit el tudok már mozgatni egyik pontból a másikra. Konkrétan egy komplet bázisnyi, amit nem is marad itt semmi olyan, ami kellene, nem? És azon gondolkozok, hogy ez is közelben, amik itt maradnak, azokat hogy meg tudok termelni, nem? Meg ezek a tier 6-os questek, ezek rohadtul adják a izéket, a jó cuccokat, mindenből is. Igen, viszont egy dolog, még elfelejtettem. Turn off. Ki kellene szednem a szenet. És azt elrakni. Egyszer, meg ki kéne szednem ebből az ülőt, meg ezt. Mert ugye akkor nem fogok tudni acélt csinálni. Jó. Úgyhogy akkor ezek is majd mennek. Azzal kellene még egy ládát csinálnom. Hát kéne, mert akkor nem kell ide, nem... Várja. Ugye, csinálunk még egy ládát ide. Ez mi a top soil? Jó, nagyon jó lesz. Elnézést. Ezt akarom csinálni.
Oké, ezt is elviszik, ezt is, ezt is. Meg ugye még ezt a pénzt is. Mennyi pénzünk van? Itt 40 ezer, tökéletes. Jó, össze van szedve minden is, gyerekek, tök jó. Ez nagyon örülök neki, és akkor így konkrétan olyan viszek, ami hasznos, ugye? Nyugodtan írjátok meg esetleg, hogyha van olyan, amelyik majd hülyeséget viszek. Mert akkor az nyilván tudunk rajta változtatni még. Na, be kéne modolnunk legjobb morokkal a cuccainkat. És akkor nem lenne itten gond ezzel. Jó, nekünk kellene... Meg mennyi helyünk van? Hány slotunk van? Egyébként ez itt nyílen van, úgyhogy ebben igazából nagyon túl sok minden nem lehet. A izéket meg kell nézni, a zsebmodokat, hogy nincs-e valami nagyobb. De pont, hogy nincs egy bűnös darab se, ugye tudunk esetleg majd craftolni. Jó, zsebmod le van szarva. Akkor a föl... Ez nyílen van, ugye? Ebbe férne még egy. Mert igazából... Nem nagyon tudok mit belerakni. Ebbe férne... Ezt... Ja. Igazából ezekben nem nagyon tudok mit belerakni. Nincsen olyan ruhamodom, ami hasznos lenne, ugye? Ez van, de ez noise-ot csökkent, le van szarva, tök lényegtelen. A... Ásóba... A izé gondolom augerbe nem lehet modot rakni, vagy igen? Hol raktam az augert? Az auger benne izé robotba, meg... Gondolom ezt nem lehet modolni, vagy igen? Ó, de lehet. Ebbe is bele lehet rakni akkor ilyen izéket? Ilyen modot esetleg? Meg ilyen, nem tudom milyen modot lehet belerakni, de mindjárt megnézzük. Az egyébként jó lenne, mindjárt átnézem. Okay. Ó, bele lehet ezeket rakni, bazza. Ugye fára, mondjuk a fát az valószínűleg nem ezzel fogom, viszont stone és dirt az mindenképp jó lesz. Ez meg... Lassabban degradálódik, ez meg kevesebb stamina. Miért? Eszi a staminát egyébként? Ez jó, akkor egy ilyet összedobtunk, nem? Fát azt nem azzal fogom vágni, úgyhogy ez tök mindegy. Ez meg ugye akkor jó, hogyha weaponként használod. És ez jó, oké. Okay. Akkor az auger az fullon van. Great to see you, master. Igen, 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 auger megy bele. Kapásból spóroltunk ugye slotokat. Ja, armorban nincs is olyan, amit lehetne rakni, ugye ezt nem tudom belerakni izébe. Várj, nézzük végig szépen. Figyeljetek, ezeket át kell nézni, mert itt ugye van például, ez ebben nincs egy büdös darab mod sem. Jó. Na gyerekek, akkor ebbe kellene egy full auto mod mindenképpen. Ha, meg ebben nincs... Várjál, mi van ebben mod? Ja igen, nagy tár. Full auto mod. Meg ezt nem lehet berakni, csak akkor, hogyha az nem lenne benne. Jó, tehát akkor full auto mod lehet húzni neki, mint darál, mint az állat. Ez így szerintem frankó. Ebben van minden is. Ebbe... Férne még egy, mindjárt megnézzük, hogy mi van. Figyeljetek, a semminél jobb minden. Aha. De grip módot nem tudsz még egyet berakni. De tudsz ilyet. Lassabban degradálik 25%-kal, ez tök jó. Jó. Ezt is akkor megcsináltuk, ugye? Akkor G-fegyver fasza, ez fasza. Ebben nem tudtam más rakni a késbe. Késbe egyébként, ha már egyszer van, akkor lehetne belerakni bármilyen valamit, nem? Szerintem van olyan módom, amik direkt ilyen bicskás, de nincsen.
Vagy nem látom. Oké, semmi gond. A kés az amúgy is le van szarva. Viszont ebbe kellene rakni egy ilyet. Meg... Stamina. Ezt a stamina csökkenést, ezt rakjuk bele. Jó. Nincsen még valami, amit bele lehetne rakni? Hát fát biztos nem fogok bele vágni. Oké. Hát szerintem semmi olyan. Oké. Úgyhogy akkor van. Ebbe meg ugye van, be van, hogy a favágás téma. Meg akkor ebbe lehetne még rakni. Egy. Esetleg. Stamina csökkentő modunk nincsen több. Tényleg? De kár. De itt van-e? Úgyhogy ebbe is mehet a stamina csökkentő mod. Tökéletes, gyerekek! Tökéletes! Jó, meg egy ilyen modot bele kéne raknunk a vépörünkbe mindjárt, az is lesz, az is lesz. A fullosra kövek csinálj minden, gyerekek, ha már egyszer itt vagyunk. A... Igen, akkor ebbe egy stamina csökkentő ez mehet bele. Jó, ezzel harcolni nem fogunk, viszont csináljuk azt, hogy ebbe egy ilyen modot berakunk, a radik ellen, ha egyszer van. Ugye? Tök jó. És akkor faszánk vagyunk kb. Szerintem tökéletes. Jó! Szuperek vagyunk, gyerekek! Ez a kettő, borozzunk, mehet a levesbe be. Nem kell. Oké. Várjatok? Kipróbálom. Tudom, hogy pazarlás. Konkrétan csak húzom neki, nagyon durva, nagyon jó, brutális. Viszont most veszek magam az lőszereket, mert abszolút nincsen nálam. Jók vagyunk, gyerekek, és szerintem bőven el is férünk. Gyors átfutunk azon, hogy még esetleg mit lehetne magunkkal vinni. Aztán ja, innen semmit, hát innen igazából nem tudom, ezeket a szögeket elvigye, sok értelme nincs, nem? Nem hiszem, hogy azzal bármit fogunk csinálni. Kőből, gyerekek, szerintem semmit nem érdemes, esetleg a szeret majd még berakjuk, mert ugye az még volt. Hát elvihetjük a bőrt. A innen szerintem tök nem kellene semmi, nem? Nincs igazából szükség semmire. Jó, az armorból ugye beszéltük, hogy nem kell semmi. A weaponből full nem kell semmi, meg innen se kell. A toolsból meg esetleg nem, alsó se kell, mert fölösleges. Jó. Akkor fasz a... Akkor fasz a gyerekek. Hát igazából innen alkatrészből nincs is, nem is maradt, modból nem kell semmi, eladó cuccok. Az eladó cuccokat viszont, ugye, jó, ezt nem, ezt el kellett volna adnom, de mondjuk ott adjam meg. Annyi pénzünk van, mint a sár. Igen, a szén, akkor elvihetjük ezt a bört is, meg ezt a kettő dolgot, meg ugye ez meg ide egy slotra. Jó, és akkor így vagyunk, gyerekek, ez így fogunk menni, ezt a két táskát, vagy ládányi cuccot fogjuk vinni, meg ami benne van még a drónba. És akkor ezzel szerintem így full el vagy elboldogulunk az elején. Innen fogjuk kezdeni ott az új életünket. Ez meg akkor így maradhat, nem kell szétbarmolni egyáltalán. Visszajövünk, akkor ugyanígy marad minden. Szerintem az így korrekt, nem az van, hogy szétdaráljuk az egészet, elcsesszük. Na gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, jó hosszú részlet, meg az fele az körülbelül ilyen tanakodás, hogy most mi legyen. Bázis ötletek jöhetnek ezerrel, kíváncsian várom őket, srácok, hogy mégis mit gondoltok, hogy legyen ez az egész. Jó, meg is van javítva minden. Figyeljetek, útra készen állunk. Annyi, hogy még egy zombi hordát esetleg itt meg kéne várni szerintem. Lehet, hogy nem nagyon fogok itt igazából semmit csinálni, hanem lehet, hogy le fogok afkolni gyerekekén itt egy izét, egy zombi hordányit, és akkor úgy lesz, hogy egy, mondjuk 41. nap éjszaka, 10 órakor legyen a kezdés, és akkor reggel megyünk. Jó? Gyerekek, legyen az? Mert igazából én itt nem megmondom, hogy szinte nem nagyon akarok semmit csinálni, nem fogok 6-os questért elmenni halálszára, hanem akkor az legyen, hogy akkor kezdjük ott, nem? És kacok.
Ja. Akkor leafkolom, jó gyerekek, akkor itt fogok vanni, hogy eszek iszok meg minden, meg közben nézem a tévét. És akkor izé, és akkor 42. nap éjszaka kezdjük. Jó, fölösleges itten bármit is csinálnom. Annyi esetleg, hogyha írjatok, hogy szerintetek mit vigyek magammal, meg mi az, amit elfelejtettem, nehogy az legyen, hogy tényleg nem viszünk. Bár já, volt kávé még, ugye? Ja, bazzek, hát meg is izéltem, meg is állítottam egy hülye. És vagy annyi, hogy ezt be kéne rakni még akkor mégiscsak. Mert akkor esetleg viszünk még piát, hogy ne hogy az legyen, hogy... Ja, ezek már menjenek le. Oké, okay. Jó, oké, okay, rendben van. Jó, elfelejtettem. Most láttam meg, hogy csak ennyi piát viszünk. Oké. Okay. Ja, meg alul van még benzin, még azt is el kell pakolnunk. Oké, okay. Na, írjátok meg esetleg, hogy legyen, mi legyen, és... Következő részben várlak be, tehát tényleg segítsetek, hogy mit gondoltok, hogy legyen ez a, mit pakoljunk el, ezen kívül a két ládán kívül. Na, köszi szépen a figyelmet, sziasztok!